Hello, sziasztok, Sirius vagyok, és a címben látottaknak megfelelően valóban csaltam. Bevallom őszintén, nem érzem feltétlenül végtelen nagy problémának a dolgot, és nyilvánvalóan ezért is... csaltam, konkrétan. Azonban... most így látjátok a játékot, mert látjátok azt is. Azonban feljebb raktam ezt a cuccot méghozzá egy editorral, a... MC Edit, azt hiszem. MC Edit a külön program, és a Word Edit... A Word Edit a plugin, igen. Szóval MC Edit-tel följebb dobtam ezt az egész cuccot. Bevallom őszintén, erre több indokom volt. Amúgy alapvetően az alapos dizájn technikailag nem működött annyira jól. Mint, igen, és mégis lett facecam. Itt fogok izzadni nektek végig. De az a helyzet, hogy nagyon furcsa volt facecam nélkül streamelni. Úgyhogy inkább beizzítottam az összes lámpát, lezártam magamat egy zöld háttérrel. De legyen inkább facecam, mert azért ez mégiscsak így jobban rendben van. Bevallom őszintén, rendben van szerintem az, hogy az előzőből kimaradt, mert így legalább volt egy adott időszak, ameddig kaptam rendesen levegőt. Viszont ez mégiscsak egy Minecraft stream, azért egy Minecraft streamben mégiscsak kell, hogy legyen facecam, és itt mind. Jó, srácok, tehát azért mégiscsak 30 plusz fokok vannak. Nem tudom, ide bent mennyi van, nyilván nem annyi, mint kint. De azért nem akarok hülyeséget mondani, de simán lazán 30 fölött vagyunk, 32 fölött vagyunk. Ilyenkor az ember sajnos izzad. Szóval, ezt az utcát följebb raktam. Bevallom őszintén két indokból. Ami igazából ugyanaz. Igen, igazából ugyanaz. Igen, igazából egy indokból raktam följebb. Csak úgy... Ezt lehet érdemes lenne megjavítani. Ja, ezt lehet, hogy érdemes, melyek is megjavítom. Szóval leginkább egy indok az a kettő, csak nem úgy egy indok, ahogy... ahogy azt gondoljuk. Szóval az a lényeg, hogy az egy nagy indok, ami nyilvánvalóan fontos, az a termelékenység ennek az egész dizájnnak. Az az, hogy ugye mennyire gyorsan termel. Abban az esetben, ha az előző megsemmisítő rendszert használjuk, akkor igazából ott alapvetően helyet akartam megspórolni, és ezért hoztam egy kicsit lejjebb az egész dizájnt, meg nyilván az építkezés egy kicsit könnyebb, lehet fölé pakolni aranyfarmot. Szóval értitek, ez volt alapvetően a terv, nyilván valami főleg azért, mert az aranyfarmnak a... az aranyfarmok a távolság az borzalmasan nagy szívás tud lenni, úgyhogy ez járt igazából a fejemben, viszont az a helyzet, hogy ez meg egy nagyon-nagyon lassú megoldás lett volna, amit építettünk. Egyébként végeredményben nem lebontottam, hanem úgymond a csalásért cserébe kitöröltem az egészet, és el is vesztek azok a nyersanyagok, amik benne voltak, elveszett az üveg, elvesztek azok a magma blokkok. Tehát, hogy azért az így... szerintem nagyjából így lett kibalanszolva a dolog. Mondjuk mindegy is, amúgy, hogy ki lett a balanszolva. Viszont az a helyzet, hogy ez az egész nem illeszkedik megfelelően a... Szóval az a szerkezet, amit ott építettem, az véleményem szerint nem illeszkedett megfelelően a map értékrendjébe, ami azt jelenti, hogy végtelenül lassan, nem. De sokkal lassabban termelt volna, mint bármi más. Egyszerűen abból adódóan, hogy nem használtuk ki a maximalizálásához szükséges technológiákat, és hogy őszinte legyek, annak a drop rate-jének a maximalizálásában könnyékig benne van az, hogy azonnal kitisztulnak onnan a mobok, és spanolhatnak azonnal újjak. Tehát, hogy igazából azzal, hogy lemosódtak volna a szörnyek, hogy szem. Szóval, hogy lemosódtak volna a szörnyek, és aztán szépen lassan végig evickeltek volna azon az egész rendszeren, és meghaltak volna valamikor, amikor meghaltak volna, az nyilvánvalóan az egyszeri mob termelését nem befolyásolja jelentősen az egész szerkezetnek, viszont általánosságba véve a termelékenységét és annak a sebességét eléggé. És nyilvánvalóan az előző streamben az volt az álláspontom ezzel kapcsolatban, hogy nem érdekel,
mert igazából őszintén kit érdekel a cucc, mert így is lesz elegendő cuccunk. Ami valószínűleg igaz lenne, de hogy közben meg így valahol mélyen azért csak realizáltam azt, hogy ráépítettük egy Guardian Farmra, aminek aztán teljes mértékben semmi értelme nincs, viszont megpróbáltuk úgy kimaximalizálni a termelékenységét, hogy az öröm legyen nézni. Tehát, hogy így igazából tényleg beletoltunk mindent ahhoz, hogy nagyon-nagyon gyorsan termeljen, és akkor építek rá egy olyan szerkezetet, ami arányaiban hasznosabb cuccokat termel, de annak meg nem akarom, hogy a lehető legmaximálisabb termelésem pörögjön. Ez nekem ilyen kicsit logikátlan volt. Ezen kívül egyébként voltak dizájnbeli problémák, azt sikerült megoldanom amúgy. Méghozzá egy dizájnbeli probléma ez, vagy játékbeli probléma ez, egy nagyon-nagyon nehéz kérdés egyébként. Nem tudnám feltétlenül megmondani, hogy most melyik a helytálló, és melyik a nem helytálló. Az a lényeg, hogy ahogy a hopperre folyt a viarrák. Ahogy a hopperre folyt a víz, úgy oda besodródtak pókok, és valamiért úgy érezte a játék, hogy vagy a hopperen vannak, vagy pedig a hopper melletti falakon kapaszkodnak, ezt nyilvánvalóan én aztán meg nem tudom mondani, hogy melyiket érzékelte a játék, és egyébként is miért. És nem sebződtek a pókok, hanem így konkrétan megálltak. Igen, tehát így konkrétan megálltak a... Nem bőrből van a könyv? Bőrből meg papírból? Hogy kraftolódik a könyv? Mindegy. Szóval, hogy ott megálltak a pókok, és nem igazán haltak meg. Ezt sikerült megjavítanom, leraktam két korlátot, és akkor igazából lassan, de biztosan meghaltak a pókok. De nagyon lassan. Tehát ilyen kínosan lassan haltak meg a pókok. Ami nyilvánvalóan még inkább belassította volna az egész szerkezetet. Ezen kívül pedig egyébként spawnoltak oda Guardianek. Egyáltalán nem sok. Tehát tényleg egyáltalán nem sok. Mit tudom, egyszerre maximum kettő, ami nem lassította volna nagyon szignifikánsan a Guardian Farmot, de azért valamennyire csak lassította volna, úgyhogy végeredményében úgy gondoltam, hogy inkább akkor rakjuk feljebb. Amivel nyilvánvalóan az aranyfarm esetében rontjuk a helyzetünket, mert azt nem tudjuk annyira alacsonyra rakni, amennyire ugye kéne, viszont építhetjük a szerkezet köré az aranyfarmot, és akkor a belső részét azt nem feltétlenül használjuk. A belső részét azt nem feltétlenül használjuk arra, hanem a belső részét azt izére használjuk. Azt üresen hagyjuk. Ott potyognak lefele szépen hogy nincs már nálam annyi. Ott potyognak lesz éppen a szörnyek, és egyébként meg a zombi pigmenekkel meg majd csinálunk valamit. Teszem, azokat is bevezetjük ugyanabba a csőbe mondjuk. Szóval alapvetően nem feltétlenül járunk annyira rosszul. Abban az esetben, ha ezt a módszert alkalmazzuk. Bevallom őszintén egyébként tervben volt az, hogy átrakjam fizikailag. Tehát, hogy nekiálljak játszani. És átpakoljam az egészet, mert hogy annyira nem volt hosszú, tehát hogy igazából egy ilyen két óra alatt át lehetett volna építeni az egészet. De az elmúlt heteim, amióta hazaértem a nyaralás, nem. A nyaralás előtt igazából. Amióta elkezdtem készülni a nyaralásra, a nyaralás előtti hét, utána nyilván a nyaralás chill volt, de nem voltam gép előtt, és utána pedig a nyaralás utáni időszak, az annyira tele van, általában nem munkával egyébként, tehát ez egyáltalán nem igaz. Figyelek a csetre, nem jelenleg még a izénél tartok a monológomnál, és a monológom után fogok figyelni a csetre. Ez általában így szokott kinézni ezt évek elején, mindenki nyugodjon meg. Szóval nem feltétlenül munkával, sok
idő telt belőle munkával is, de nem telt minden munkával. Meetingekkel telt, ami munka igazából, de nem úgy munka, tudjátok, hogy videó lesz a vége, vagy nem úgy munka, tehát hogy elég sok minden ilyesmivel telt, családi programokkal telt, egy csomó ilyen, tudjátok, olyasmi került most elő, ami egyébként, mit tudom én, fél évente egyszer, járok nagyjából haza. Vagy még három havonta egyszer. És akkor most nyilván bejelentkezett anyum egy otthoni sükerti partira, ami tök jó volt, és nyilván mindig tök jó, csak akkor az ember nem tud dolgozni, vagy nem tud streamelni. Úgyhogy most annyira tele volt, hogy egyszerűen nem találtam időt arra, hogy ezt megcsináljam, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ez nem egy hardcore sorozat, úgyhogy ez most így marad. Nem csinálok be a rendszert, meg inkább átépítem, ugyanúgy, ahogy eddig is nagyon sokszor nekiálltam inkább átépíteni dolgokat, de ez most így marad. Na és mostantól figyelek a csetre. Au, a rák, menjél már innen. Mondta Viktor, majd azonnal elkezdték megtámadni. Ó, és egyébként meg, nem tudom észrevettétek-e, de valószínűleg észrevettétek, megvan az új csatorna dizájn, még nem 100%-os, de a logó, az ilyenek azok 100%-osak. Még mondjuk Twitch-re nincs kész, mert azt én akarom megcsinálni. Mostantól szeretnék egy ilyen egységes steelkép dizájnt is használni, de előtte gyorsan válaszolok, hogy van asszony pajtás kérdésre. Nagyon-nagyon jól, tegnap volt a szülinapja egyébként. Tegnap előtt volt a szülinapja. Elsőjön volt a szülinapja. Azt is ünnepeltük nyilvánvalóan, mert még fogjuk is. Úgyhogy nagyon-nagyon jól van. Na, és szeretnék egy ilyen egységes... Szerettem volna már nagyon-nagyon régen egy egységes steelkép dizájnt. De ugye ez azért para, mert nagyon sokféle játékkal játszom, és nem lehet azt megcsinálni, hogy mondjuk... Tasika 16-nak nagyon-nagyon szépen köszönöm a donation-t. Szia Viktor, egy hideg sörre, mi a helyzet a közönség találkozóval, Veszprém felé tervezel-e jönni? Na, arra nem volt időm. Na, a közönség találkozó projekt részre arra nincs egyszerűen időm. Tehát, hogy az amivel egyszer már nem... Tehát, hogy az már túl sok. Mert most elkezdtünk el, és na mindegy, szóval, hogy... Az jelenleg túl sok. Nem tudom, hogy hogyan. Dolgozom rajta, hogy egyre kevesebb legyen a más projekt. Tényleg dolgozom rajta. Elég komoly konfrontációkat vállaltam azért, mert nem priorizálok olyan dolgokat, amiket nem érzek annak. Vagy nem a csatornával foglalkoznak. De hogy egyszerűen nem. Nem. Tehát, hogy... Egyszerűen nem megy elég gyorsan a dolog. Vagy nem tudom. Nem megy... Nem tudom. Igazából legalább kétféle kéne szakadnom. Ezt nem is itt akarom csinálni igazából, hanem itt. Szóval beszéltem éppen valamira. Ja igen, hogy nagyon régóta szerettem volna egy egységes... steelkép dizájnt, mert az igazából szerintem tökre segít abban, hogy... hogyha meglátja valaki azt, hogy videó van kint, akkor azt tudja, hogy az enyém. És ne az legyen, hogy meglát valami játékot, ami mondjuk azonnal nem érdekli, és mondjuk nem nézi meg azt, hogy ki a tartalom, mert csak oda van írva a neve a játéknak, meg a steelkép, meg mondjuk egy kép a játékról, és ezért nem nézi meg. És ez ugye ez nem lenne nagyon jó, alapvetően, úgyhogy ezért nagyon-nagyon régóta gondolkoztam azon, hogy valami egységes dizájnra lenne szükség. És most megtörtént ez is, úgyhogy most már van egységes steelkép dizájn. Ez a legtöbb csatornánál egyébként a videós arca. Tehát mondjuk, ha megnézzek Nessai videóit, ő neki majdnem minden videó stílképének ott van az arca, ha nem mindegyiknek. Én ezt valamiért nem éreztem olyannak, amit én szeretnék csinálni. Nincs ez egy időben egyébként nagyon-nagyon ment. Mostában nem látom már annyit amúgy, de egy időben nagyon-nagyon ment az, hogy a játékból valami képre photoshopolták rá az arcukat videósok. Ezt Magyarországon például csinálta a VR, de világszerte nagyon-nagyon sokan csináltak nyilvánvalóan. Legyen meg ez nem vagyok elég ügyes photoshopos sajnos. Mert általában időm sincs elrendő. Tehát nem vágok videókat, de órákat fogok majd photoshopolgatni. Úgyhogy én nekem ez az egységes design jutott végül. Az endbe hogyan csaltam a padlót? Sehogy, ez fekete üveg. Ez itt fekete üveg, csak az endnek olyan pont a hátterének a textúrája, meg pont olyan a fekete üvegnek a színe, hogy így igazából, de ha megnézed itt a szürke elemek előtt, akkor ott egyértelműen lehet látni, hogy ez a fekete üvegnek a textúrája. Meg itt oldalt itt végig lehet igazából látni, csak ott nem lehet látni, ugye, ahol az endnek a szürkesége van utána, és ez meg elég kényelmes. Hm.
nevezzek el valami dinerbónnak. Volt már nekünk egyébként egy dinerbón nevű bárányunk, nagyon-nagyon sokáig. Nagyon-nagyon sokáig volt egy dinerbón nevű de bárányunk, tényleg. Csak... aztán ő meghalt valamikor egy robbanásban, és azóta nem neveztünk el semmit. Mi ez az új csatorna dizájn? Hát ez az új csatorna dizájn, ez ilyen nagyon-nagyon régóta érett már egyébként. Mert ugye már évek óta nem nagyon váltottunk kinézetet, illetve az a helyzet amúgy, hogy ez most így akármennyire rosszul hangzik, de már te évek óta nem vett részt aktívan a csatorna munkájában. Tehát, hogy ő neki... ha nagyon szigorúak vagyunk, akkor... ha nagyon-nagyon szigorúak vagyunk, és ez most nem, tényleg nem ilyen bántás, ha nagyon-nagyon szigorúak vagyunk, akkor igazából... soha nem vettünk részt a csatorna munkájában egyenrangú kreatív erőként. Csabának nagyon szépen köszönöm a támogatást. Nagyon cool szerintem az új dizájn, csak így tovább. Végre MC és én is itt vagyok. Ez meg menjen majd a Patreonba. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon király vagy. És Tasika 16-nak is köszönöm ismételten a donation-t. Akkor ez pedig ragasztóra, ha kétfelé szakadnál. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon-nagyon királyok vagytok mind a ketten, meg hát mindannyian természetesen ti is, akik itt vagytok és nézitek. Szóval ha nagyon-nagyon szigorúan vesszük, akkor sose vettünk részt a csatorna munkájába egyenlő felekként Mátéval. A dolog úgy nézett ki, hogy én ezt ugye nyilván egyedül kezdtem, még nagyon-nagyon régen, 2011, tényleg elég sokáig egyedül csináltam, és aztán Máté elkezdett besegíteni dolgokba. Ő akkoriban foglalkozgatott Photoshoppal, én meg nem. Tehát én a Photoshopot nagyon-nagyon sokáig nem élveztem valamiért, bár igazából valószínűleg csak kényelmes volt valamit nem nekem csinálnom, úgyhogy a Photoshop az nekem kimaradt, így igazából, és azt a részt azt Máté csinálta. Utána egyre jobban szövődött bele igazából ebbe az egészbe, ami tök jó volt. Nyilvánvalóan tökre élveztük, mert egyébként mi nagyon-nagyon jóban vagyunk. Mert általános iskolás harmadikos korunk óta vagyunk nagyon-nagyon jóban. Tehát, hogy nagyon-nagyon régen vagyunk nagyon-nagyon jóban. És ugye nyilvánvalóan tökre élveztük, mert együtt csinálhattunk valamit. Ami tök jó volt alapvetően, de hogy azt, hogy mondjuk milyen tartalmak készüljenek, milyen videósorozatok menjenek, maguk a videózásokat, azokat általában én döntöttem el, és nem feltétlenül azért egyébként, mert Máténak lett volna ötlete, csak én ezt nem hagytam mondjuk érvényesülni, hanem inkább azért, mert alapvetően Máté nem, tehát hogy ő jött velem nagyon-nagyon szívesen, meg segített nagyon-nagyon szívesen, meg ha hívtam videózni, jött nagyon-nagyon szívesen, de hogy magától ő nem nagyon ült le videózni. Volt, mondom, csak a teljesség kedvéért, volt egy videósorozat, amit tényleg nagyon csúnyán diktatórikus eszközökkel én nyomtam el amúgy. Ez egyébként tényleg így van, tehát hogy ez alapvetően felséges is lenne talán szépíteni. Egyetlen egy sorozat ötlete volt, ami mostanra már nem vagyok benne biztos, hogy teljesen így érthető maga a koncepció, de régen nagyon-nagyon divatosak voltak ezek a... megnézed majd az agyak színét? Ja, ágyak! Remélem ágyak. Különben nagyon fura ez a mondat. Ágyak. Gondolom ágyak. Régen készültek olyan tutoriál videók, hogy egy-egy modot hogyan rak be. Tehát, hogy hogyan telepítsd ténylegesen a modot. Tehát, hogy hova másold át a gyáron belül, hova nem másold át, milyen sorrendben másold át a dolgot, milyen sorrendben telepítgesd a dolgokat. Szóval, hogy ténylegesen készültek tutoriálok, ahol konkrétan azt mutatták meg, hogy hogyan kell berakni a Minecraftba egy modot. És én nyilvánvalóan régen foglalkoztam modokkal, igazából egy jó pár modot bemutattam akkoriban, ez tényleg elég rég volt, tehát ez még így... És nem akarok megint csak hülyeséget mondani, mert nyilvánvalóan nem foglalkoztam ennyivel mélyen a témával, nem készültem fel ennyire mélyen a mai streamre, de szerintem ez még ez a Dogi Andis éra előtt volt javára, tehát ez tényleg nagyon-nagyon régen volt. És... mert én úgy tudom, hogy mostanában ő foglalkozik ilyesmivel. A...
De hogy engem így valahogy nem érdekeltek annyira igazából a modok, meg én nem éreztem annyira feltétlenül azt, hogy én ezzel mindenféleképpen foglalkozni szeretnék. És nem is ez volt a lényeg, az volt a lényeg, hogy Máté mondta, hogy ebből csinálna ilyen bemutató videókat, amire én mondtam teljesen határozottan azt, hogy nem. Ilyet ez nem igaz, mert mondtam neki, hogy nyugodtan csináljon az ő csatornájára, azt mindig ilyen, nem. Azt egy pár hónapon keresztül ilyen másodlagos csatornának kezeltük, oda mentek fel azok a dolgok, amik ilyen féltünk, hogy jogi problémába ütköznek, ilyenek. Jó, nyilvánvalóan egy sokkal kisebb feliratkozó bázissal rendelkező csatorna volt, mit tudom én. És mondta, hogy csinálja oda, megosztom Facebookon, megosztatjuk bárhol, csak ne tegyük fel erre a YouTube csatornára, mert... Igen, ez Mambónak a dizájnja. Így van. Csak kicsit máshogy. Tehát ezért ez meg az egy kicsit máshogy van benne. Mert maga a dizájn nem, csak a környezete. És... ez azért volt egyébként, tehát erre azért mondtam azt, hogy ezt ne csináljuk, mert ez magával vonzott egy ilyen nagyon veszélyes közeget egyébként, egy halom emberkét, akik azt hitték, hogy tech supportok vagyunk. Tehát ez a... A magával vonzotta azt a komment szekciót, amit nyilvánvalóan nincs az az épeszű videós, aki akar magának, ami azt írja, hogy mindent úgy csináltam, ahogy mondtad, mégsem működik, miért? És akkor nyilván erre így nem lehet választani, azért barátom, mert nem úgy csináltad, ahogy mondtam. Azért, mert nem figyeltél arra, hogy a Java megfelelő verziószámú legyen, azért, mert nem figyeltél arra, hogy a Minecraft megfelelő verziószámú legyen, azért, mert egyébként nem is tudom, mivel próbálkozol, és értek, tehát ezekre a kérdésekre nem tudunk válaszolni. És az a helyzet, hogy ez egy ilyen nagyon ragályos jelenség volt akkoriban, ami azt jelenti, hogy ha valahol megjelent egy ilyen komment, akkor az összes többi videó alatt is megjelentek azok a kommentelők, akik ugyanezt írták, vagy ugyanez az ember. Mr. Meatnek is nagyon-nagyon szépen köszönöm, és nagyon-nagyon szépen, nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon király vagy. Régóta követem a munkásságodat, kb. Az önmagát felépítő ház óta, és ezzel szeretném egy kicsit megköszönni a minőségi tartalmat, keep up the good work, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és nagyon-nagyon örülök, hogy ennyire régóta itt vagy velünk. Szóval Máténak összesen életében ez volt az egyetlen olyan videósorozat, amit kinda magától szeretett volna csinálni. Ez egyébként ténylegesen úgy képzeljétek el, hogy egy időben tartottam nála hardvert arra, hogy ő majd vegyen föl videót. Tehát, hogy volt nála egy külön felvevőkártya, volt nála egy külön kamera, jó, nem a legjobb kamera, nyilvánvalóan, nem a legjobb kamera. Egy GoPro volt nála egyébként, egy Hero 3 Plus Black Edition, mert nekem van egy GoPro Hero 3 Plus Black Edition-öm. És én nem használtam semmire, ezért ezt nyilván tudtam nála tartani. Volt egy időszak, amikor egy külön mikrofon is volt nála tartva, hogy ha esetleg el akarna kezdeni videózni, akkor megtegye. És igazából ez így nem történt meg soha, úgyhogy alapvetően világéletünkben úgy álltunk ez a dologhoz, hogy én raktam bele így a kreatívot, meg az ilyeneket, ő meg igazából megcsinálta, amit megkértem. Tehát, hogy mit tudom én, amikor ez már lényegesen ezután a szakasz után volt, de mondjuk ő csinálta még a still képeket az összes videónkhoz. Az is úgy nézett ki, hogy alapvetően lediktáltam neki azt, hogy mit szeretnék látni. Amivel szintén nincsen semmi baj egyébként, mert tökre rendben van, meg igazából az is tökre rendben van, ha teszem azt, ő nem érdeklődik ezután a dolog után annyira. Ez is teljesen, abszolút teljesen elképzelhető. Tehát, hogy értek, ezzel sincsen aztán whatsoever semmi baj. De tényleg, semmi baj. Csak egy idő után beláttuk, tehát belátta igazából Máté is, beláttam én is, hogy ez alapvetően így majd mindegy, és amikor ő elment egyetemre, akkor nem mondom be senki nevét. Miután ő elment egyetemre, ugye nyilván én is ott elmentem egyetemre, én utána nyilván kiléptem, én nekem ott elég sok időm volt, Mátének meg nyilván nem. Ami egyébként szintén mondanom se kell, hogy abszolút teljesen a legnagyobb rendben van, mert én még bevallom őszintén, én még most se látom, hogy az enyémhez, tehát hogy egy az ehhez hasonló csatorna, hogy tudna anyagilag ellátni stabilan két embert. Nagyon-nagyon szeretném, hogy esetleg a jövőben meglássuk azt, hogy ez így hogy működne, de bevallom őszintén, én jelenleg még most sem látom. Tehát most, ha megkérdezi Máté, hogy tudnék-e annyi pénzt tudnánk annyi pénzt összeszedni a csatornával havi fixen, hogy két ember fizetését kitermelje, azt kell mondom, hogy nem. Tehát, hogy nem látom egyszerűen bizonyítottnak, hogy ez így megtehető lenne.
És abban az esetben ezzel ugye nyilvánvalóan nincs baj, ha mind a kettő ember csinálja rendesen, sőt, egyébként úgy még talán el is képzelhető. Tehát mit tudom én streamelek, valaki más, nem feltétlenül Máté, valaki más videókat csinál, több lesz a tartalom miatta, több munkát tudunk elvállalni. De amikor mondjuk teszem azt, én csinálom a menedzser oldalt, én csinálom a vágást, én csinálom a videókat, meg mondjuk, aki, értitek, az... És nyilvánvalóan beláttuk, főleg abból az dódóan, hogy egyébként tök jó, tényleg tök jó barátok vagyunk, és ez már nagyon-nagyon régóta így van. Tehát ez így nagyon... Nagyon-nagyon régóta így van. Hogy ő neki szépen lassan szorult háttérbe igazából a jelenléte. Ami szomorú, szerintem is nagyon-nagyon szomorú, viszont nyilvánvalóan én úgy látom az egész dolgot, mint Máté barátja, és az a helyzet, hogy én annak sokkal jobban örülök, hogy ő azt csinálhatja, amit szeret. És hogy ha nem szerette, tehát hogy az, én mindig azon gondolkozom, hogy valószínűleg jobban csinálta volna, hogyha jobban élvezi ezt a dolgot. Értitek? De hogy nem. És ez nagyon-nagyon régóta így volt, de nagyon-nagyon régóta, tehát évek óta így van, csak egyszerűen nem cseréltük le a dizájnt. Nem cseréltük le a dizájnt egyébként több okból is, egy, nem akartam azt, hogy ha Máténak esetleg kedve lenne hirtelen, akkor mit tudom én, így ne tudjon jönni, mert az mennyire gáz, hogy aztán visszarakjuk, ilyenek. Nem akartam elvenni Mátétól azt, amit együtt építettünk, mert nagyon-nagyon sok mindent építettünk együtt. Nyilván azért az az időszak, amit ketten csináltunk, az volt a legsikeresebb időszak a csatornának, nem feltétlenül ezért, mert ketten csináltuk, hanem egyéb indokokból. De hogy ennek eljött az ideje már nagyon-nagyon régen. Mátéval is átbeszéltük, hogy nagyon-nagyon régen eljött ennek az ideje. És most arra készült el a dizájn. Tehát én megrendeltem januárban, szerintem valahol január közepén beszéltünk róla először, aztán én tűntem el hónapokra a plate ideje alatt, ott nem nagyon tudtam foglalkozni ezzel a dologgal, és most arra készült el a dizájn. És most lecseréltem. Ennyi. De ez Mátéval is meg volt egyébként beszélve. Hogy mikor, meg hogyan. A Vegarisnak is nagyon szépen köszönöm a donation-t. Yay! Végre két havi YouTube pénzt spóroltam össze neked. Az az egy euró, az... Akkor ha ennyit keresek két hónap alatt, akkor ezt ne küldd el, kérlek. De egyébként nagyon szépen köszönöm. Huzi Otter... igyék. Mert nyelvtanilag így helyes. Aha. Egy sört az én kontómra. Á, értem. Csak így tovább az eleje óta követlek, csak azóta felnőttem. Köszönöm a meglátásaidat, nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon király vagy. Tényleg nagyon-nagyon király vagy. Szóval, ja, ez alapvetően egyébként egy csomó aspektusában tök szomorú történet, csak közben én meg ugye láttam az egészet folyamatában, és közben meg tudom, hogy Mátéval nekünk nem szomorú történetként csapódott le, hanem ilyen elképesztő pozitív van az, hogy, hogy egyébként még mindig nagyon szeretünk együtt lógni. Pontos vasárnap voltunk kint, voltam kint egyébként ugye otthon, és ő is ott volt a kerti parton, és tök jó volt. Mert ugye Mátének is most volt a szülinapja egyébként. Ugyanaz nap, mint asszonypajtásnak. Így kere amúgy legjobb barátot, és feleséget, vagy hát még nem az, de majd az lesz. Feleséget választani, mert egy nap van a szülinapjuk, és lehetetlen elfelejteni. Mit csaltam? Feljebb raktam ezt az utcot. Méghozzá editorra. A VR-os srácoknál ott igazából én nem is azt mondanám, én nem is csak azt mondanám különbségnek, hogy két csatornát is csinálnak, mert nem ez a technikai különbség köztük, meg a között, ami nálunk volt, hanem az, hogy ők máshogy osztják el a munkát. Tehát, hogy náluk eloszlik a munka igazából, és nem az van, hogy az egyik ember csinálja 70-80%-át, a másik ember csinálja a maradékot. Ott azért mind a kettő, nyilván mind a kettőnek megvan a maga erőssége és maga gyengesége, ez nyilván megvan, de azért ott mind a kettőnek nagyon-nagyon erősen megvan a helye a csapatban, és nagyon erősen kiegészítik egymást, és egymást segítve haladnak előre. Úgy értem egyébként, tehát hogy a kérdés igazából az, hogy most ki tudná termelni két embernyi pénzt egy YouTube csatorna, persze, ha két ember dolgozik rajta. De abban az esetben, ha másfél ember dolgozik rajta, mert vannak bizonyos dolgok, amiket az egyik fél nem hajlandó csinálni, mondjuk videókat,
ami egy YouTube csatorna esetében ugye nyilvánvalóan eléggé rányomja a bélyegét a dologra, akkor nem. Tehát így értettem azt, hogy nem tudja kitermelni a pénzt. Én amúgy ebben amúgy tökre irigynem a VR-osokat. Hogy úgy találtak meg egy csapatot, hogy ketten tudják a KD-s srácokat is, bár ők náluk nem tudom annyira, hogy működik egyébként a munkamegosztás. Azt tudom, hogy így külső szemlélőre ment, úgy külső szemlélő, aki már üzleti kapcsolatban is állt azzal a csatornával, nyilván a Playtek bármi ilyesmi, nem én, mint Sirius. Én azt mondom, hogy ők náluk szerintem nagyon kiegyensúlyozottan van elosztva a munka, és nagyon-nagyon kiegyensúlyozottan van elosztva a lelkesedés is. Tehát nem az van, hogy az egyik srác azért van benne, mert a másik srác benne van, és hajnali? És harmadikos koruk óta nagyon jó barátok. És akkor már így behúzzák egymást. Tehát, hogy alapvetően nem... Alapvetően között a kettő között nagyon nagy különbség van szerintem, és ez az a különbség inkább, ami számít. És én is nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy lehetne mondjuk ezt a csatornát, tehát hogy lehetne mondjuk felvenni, és még mindig gondolkozom egyébként ezen, hogy vajon a jövőben lesz-e arra lehetőség, hogy valahogy behozzunk ide embert, aki szintén tartalmat gyárt ide, és mondjuk nem tudom, tehermentesít engem valamilyen szempontból, de nem tudom, nem látom igazából ennek jelenleg lehetőségét, bevallom őszintén még vágóval sem. Volt már egyébként egy csomó videó, amit nem én vágtam, segített Norbi elég sokat, néha láthatjátok adminként is. És a Control. A Controlnak a munkásságára, a Control két srácát találkoztunk már, de hogy nem tudok eleget a csatornájuk felépítéséről sajnos. Tehát, hogy messze nem tudok eleget a csatornájuk felépítéséről, hogy el tudjam mondani azt, hogy ő náluk ez el van-e osztva, vagy ez egy ketyegő bomba, vagy értitek. Szeretnék is nagyon-nagyon szépen köszönöm a donation-t. Hello, alulról nézve, úgy néz ki ez a trap, mint egy régi zsilettpenge. Igen. Igen, pont úgy néz ki. Amúgy, ha tetszik a stream, és látnál még ilyen szépen csillogó fejet, csapja like-ra, pacsi! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon király vagy. Szóval itt nagyjából ennyi egyébként ennek az egész sztoria. És az a helyzet, hogy nyilván mi ezt azért éljük meg ennyire könnyen, mert ugye mi az egész folyamatot láttuk. Egyébként ti is láttátok amúgy, csak nyilván nem úgy, hogy igazán így figyeltétek, meg nyilván nem húztatok kis trigulákat, hogy mondjuk Mátéval mi volt az utolsó sorozatunk, és bevallom őszintén egyébként pont jelenleg tervezünk felvenni közös videót, de hogy ez nem változtat igazán azon a tényen, hogy az elmúlt 3 évben én csináltam a csatornát. Én jártam tárgyalni, engem hívtak helyekre, szóval, ja. Hát ez ilyen. Egyébként amúgy nyilván tök jó, hogyha valaki együtt csinálja a dolgokat valakivel, és ketten vannak, és el tudnak osztani feladatokat, az már csak azért is, mert értitek, két embernek egy nap 48 órából áll, nem 24-ből. Szóval ez ilyen. Én egyébként tökre élveztem azt az időszakot nyilván, és még mindig tökre élvezem Mátéval az összes forgatást, ha véletlenül ott van, vagy ott tud lenni, de hogy... De hogy ettől függetlenül szerintem nem szabad beállni így a... Igen, ezt egyébként fel akarom húzni teljesen üveggel. Nem most fogom megtenni végig. Csak meg akarom nézni, hogy tényleg szeretném-e felhúzni üveggel. Nem értem, mi bajod van Pistabával. Azt sem tudom, kiről beszélsz. Most megpróbálok felpikkelni valamit a chatből, ami ezzel kapcsolatos esetleg, de lehet, hogy túl hosszú volt a monológom, és mindenki elvesztette a fókuszt. Tomi és Csaba, szokott-e még segíteni? Igen, szoktak. Az előbb még itt volt Csaba, most már nincs. Tomi is, hát így nyersanyag, most nem olyan nyersanyagfarmolás. Azért alapvetően a nagyon nagy dolgokról leállítottam őket. Pusztán azért egyébként, hogy... nem itt kéne felvinni az üveget. Pusztán azért egyébként, hogy ne alakuljon ki az a helyzet, hogy egyszerűen megcsinálják egy csomó mindent. Mert ha mondjuk ők teszem azt így, igazán neki veselkednek, és mondjuk Tominak most nyári szünete van, nem tudom mennyire ér rá, nem tudom mennyire csinál, teljesen mindegy. De értek, mondjuk nyári szünete van, egyszerűen annyi ideje van,
hogy mondjuk így visszajönnék, és addigra meg lenne csinálva minden, amit meg akartam csinálni. Csabáról tudom, hogy ő mondjuk neki így változik a terhelése a munkát illetően, tehát van, amikor így van ideje, van, amikor így egyáltalán nincs ideje. Őről tudom, hogy ő aztán szemrebbenés nélkül... Na jó, ezt ki kell tárni, ezt hogy legyen. Miért ezt leverom ezt az egészet? Húzzuk fel itt az üveget? Ne, az a helyzet egyébként, hogy itt esni csak itt középen fognak. Tehát esni csak itt fognak, ugye ebben a sávban. És most az a kérdés, hogy most megépítettem a lábakat oda. És azok a lábak oda viszonylag logikusnak is tűntek. De most az a kérdés, hogy itt legyen belül az üvegfal, vagy ott legyen kívül. Na, ezen még alszom egyet, és akkor ezt az üveget, ezt egyenlőre itt hagyom. Várok-e valami játékot? Én szerintem jelenleg nem. Szerintem jelenleg én nem nagyon. Mert ez nem biztos, mert nyilván, ha mondanátok így játékokat is, igen, nyilván, az tök jó. Policeman 576-nak ismét nagyon-nagyon szépen köszönöm a donation. Jaj! Elfelejtettem felolvasni az előzőt. Úgy látszik, csak az én donésemet. Ne haragudj, abszolút ne haragudj. Láttam felugrani azon a monitoron, és valószínűleg ez felírta. Szóval, szia Viktor, na és mesélsz róla, hogy mi történt veled a kikában? Igen, mesélek. Meséltem az előző streamben is egyébként. De, szóval az a lényeg, hogy kititeltem most a héten, hogy életem legrosszabb vásárlási élményén vagyok túl, ami egyébként egy kikához köthető. Én alapvetően nem nagyon szeretem így megmondani így a neveit a cégeknek, de az a helyzet, hogy ez annyira, hogy őszinte legyek, ez annyira vérlázítóan botrányosra sikerült, hogy így igazából így nem lehet nem kimondani. Tehát, hogy így egy, biztos ők tudják, hogy mit csinálnak. Biztosan tudják, hogy miért csinálják. Ami azt jelenti, abban az esetben, srácok, abban az esetben, ha kikánál véletlenül néztek ezt a videót, és pontosan tudjátok, hogy mit miért csináltok, akkor egyszerűen csak ignoráljátok, egy csávó vagyok az internetről, aki nem ért semmihez, csak az élményét osztja meg emberekkel. Szóval az a lényeg, hogy a Lehel úti, azt hiszem Lehel úti, szóval a Lehel úti kika, az jelenleg felújítás alatt áll. Nem az a fajta felújítás, ami abból áll, hogy egy tisztaság, összetolják a polcokat, tisztasági festés, aztán széthúzzák a polcokat, hanem ilyen nagyon-nagyon kemény vonalas felújításban. Tehát mit tudom én, a padló burkolatot cserélik. Most figyeljetek majd, mert kraftolok petárdát, helyett tűzijátékot, és megnézzétek, hogy nem robbantom fel vele magam. Szóval ilyen nagyon kemény vonalas felújításban, ahol a padlóburkolatot cserélik, ahol a... Nem, mégse csinálok, mert nézzét, rakétát, mert... Nézzét. Ahol fúrnak, faragnak, lépcsőket alakítanak át, tehát, hogy így... Elég komoly dolgokat csinálnak igazából. És az a helyzet, hogy úgy döntöttek, hogy ezt úgy csinálják meg, hogy nem zárnak be közben. Lehet, hogy bezártak egy időre. Elképzelhető, hogy bezártak egy időre. Simán lehet, hogy bezártak egy időre. De hogy így nincsenek bezárva konkrétan. És így a dolog úgy néz ki, hogy így mentek, és így van egy csík parketta, egy szép vastag csík, ahol már így megvan a burkolat. Aztán így jobbra, vagy balra tőletek van egy ilyen kordon, ami egy ilyen kihúzott piros nejlonszalag, hogy oda ne lépj, és hogy ott már így a beton van konkrétan. Vagy csak annyira poros volt a föld. A másik oldalon meg ilyen, mit tudom én, csomagolt törülközők. És így szét van verve a fele. Be van jelölve egy nyomtáv, ahol lehet sétálni. Le van zárva a nagy része a helynek, és minden tele van dolgozókkal. Ami azért nagyon jó, mert nyilvánvalóan ő nekik is a nagy része kikás pólóban mozog, úgyhogy konkrétan esélyed sincs megmondani azt, hogy ki kikás alkalmazott, és ki nem kikás alkalmazott. Mert hogy egyszerűen nem egyszerűen nincs esélyed megmondani, mert mindenki össze-vissza mászkál, egy halom ember, miközben ilyen valamilyen puffot kerestem, ami ilyen tárolós puff, vagy valami, nem tudom mi a neve. És miközben ezt kerestem,
háromszor kellett arrébb állnom, hogy utat engedjek egy létrának. Ami, mert hogy egy létre cipelő embernek nyilvánvalóan. Amivel szintén nincs semmi probléma, mert... értem, viszitek jobbra-balra azt a létrát, biztos nagyon fontos pontot átvinni. Viszont ilyen elképesztően szürreális jelentekkel találkozott az ember. Nem akarom. Nincs komparátorunk itt. Azt hittem, itt van mindenünk már. Szóval ilyen átkozottul szürreális jelentekkel találkozott az ember. Például amikor oda ment a kedves látogató a Kika alkalmazotthoz, hogy ő keresne valamit, és a kedves Kika alkalmazott azt mondta, hogy oké, okay, akkor nagyon széles mosoly egyébként, nem is értem, hogy hogyan. Azt mondta, hogy oké, okay, akkor megyünk és a számítógépben megnézzük, hogy van-e. Gondolom, mert a számítógép, nem tudom egyébként mi történt, nyilvánvalóan nem hallottam a beszélgetést. Azt láttam, hogy oda ment egy vevő, aztán oda mentek a számítógéphez, és elkezdtek keresgélni. És a számítógép kioszk, az ott van nyilván valahol, tehát ott van, el van helyezve. Állnak a számítógép kiosznál, áll a csaj, keresi a vásárlónak a cuccot, és tőlük 25 centire két munkás áll valami, nem is tudom milyen lemezen, szerintem ami majd az oszlopok burkolata lesz, nem tudom, és ezerrel tolja a fúrót. De ilyen, de elképesztő hangosan, mert én nem tudom pontosan mi volt az a lemez, de valami elképesztően hangos volt, ahogy tolták át rajta a fúrót. De 25 centire. És elvárják attól a szegény alkalmazottól, hogy egész nap azt hallgassa, hogy meg flexelnek mellettük, meg mit tudom én mit csinálnak. Csoda, hanem légkalapának. És elvárják, hogy emellett még megfelelő mosollyal kezelje igazából a vevőket, ami egy elképesztő ember fölötti teljesítmény, mert a vevők nagy része hülye. Ez most nem tudom, ez a csávó az volt-e, de hogy alapból munka folyamatos mosolygással kezelni a vevőket, de az, ha még közben non-stop azt hallgatják, hogy így fúrnak, ezen kívül, ami szintén nagyon-nagyon fura volt, hogy ugye emiatt teljesen szétesett a boltnak a rendszere. Tehát, hogy nem voltak ugye egyenes sorok, ilyen itt volt ez, itt volt az, és mindenem vastag por állt. Mert nyilvánvalóan egy felújítás közepén vastag por szokott állni a dolgokon. Egyáltalán nem meglepő. De tényleg, egyáltalán nem meglepő. És ez így... így konkrétan kutakodni kellett olyan árut, ami egyszerűen nem volt koszos. Jó, semmi baj, megyünk tovább. Nyilvánvalóan nekik valamiért ez így jó. Megtaláltam, hogy mi kellett, ez volt a marha nagy szerencséjük. Hozzá kell tenni egyébként, hogy az átkozott fúrást, én nagyon rosszul bírom az ilyen hangokat, de valószínűleg mindenki, az átkozott fúrás miatt nem is kérdeztem meg, hogy van-e az, amit ténylegesen keresek, hanem elhoztam a hozzá legközelebb álló bármit. Tehát, hogy egy két személyes ilyen puffot kerestem, két személyes puffot nem találtam, találtam két darab egyszemélyes puffot, és matematikailag összeraktam, hogy ez akkor a kettő ez egyenlő egymással. Lehet, hogy nem volt nekik több, lehet, hogy volt, sose tudjuk meg, mert inkább kimenekültem az épületből. Ami nem az épületből, nyilván nem menekültem ki, ez nem ilyen egyszerű. Utána ugye szépen, tehát hogy, csak hogy értsétek, miről beszélek igazából, ugye itt ki vannak állítva kanapék, nyilván gondolom nem azokat adják el, hanem olyanokat adnak el. De nagyon-nagyon nehéz azt mondani, hogy ó, én szeretnék egy ilyen kanapét, amikor így a szőrszálai tele vannak porral, meg mit tudom én mivel. Tehát, hogy így nem mert az ember leülni rá, mert hogy a ruhája koszos lesz. Jó, nyilván nem kanapét akartam venni. Érthető. Loslacinak is nagyon, wow! Loslacinak is nagyon-nagyon szépen köszönöm a donation-t sörre, vagy amire szeretnék. Gratulál a sikereidhez, csak így tovább. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon király vagy. Mindegy, végül sikerült megoldani, találtam olyan cuccot, amit kerestem. Nagyjából találtam hasonló cuccot, amit kerestem. És aztán mentem fizetni, nyilvánvalóan elég sietősen egyébként, mert alapvetően már így is másfél-kétszer annyi időbe került megtalálni a cuccomat, mert néha közben át kellett másznom egy-egy felújítás alatt álló területen, ahol két ember térdel valamin, amit fúrnak együtt. Mindegy, hagyjuk. És aztán így odalépek a pulthoz, odalépek a kasszához,
Nagyon-nagyon kedves, nagyon-nagyon mosolygós csaj. Tényleg, egyébként neki aztán meg pláne minden elismerésem. Olyan, tényleg annyira aranyosan, na mindegy. Odalépek a... Mint a körülményekhez képest biztosan, de egyébként is. Tehát, hogy konkrétan úgy viselkedett, ami teljesen elfogadható lett, teljesen kimagasló lett volna egy normális bolti körülményben is. Arról nem is beszélve, hogy egyébként itt éppen felrobbant a bolt. Nem szó szerint nem robbant fel, felújították. Odalépek hozzá, odadom a két kis párnámat, vagy vackomat, együtt ilyen 15 ezer forint körül összegbe kerülnek. Mondom, hogy kártyával szeretnék fizetni, rám néz, sajnos még nem csinálták meg a terminált. Mondom, hogy semmi baj, akkor beállok egy másik sorba. Nem, sehol sem csinálták meg a terminált. Az egész üzletben nem működött, egyetlen egy kártyás fizetőhely sem. Mármint értitek, egy üzletben, ahol simán vásárolhatsz 300, 250-300 ezer forint környékén kanapét. Nem működik a kártyás fizetőhely. És ki volt írva, tény, ki volt írva egyébként a pénztárra, én odaléptem azonnal a pénztárhoz, szóval azért nem volt időm sorban állás közben elolvasgatni, hogy nem lehet kártyával fizetni. És lehet, hogy ki volt írva az ajtóra is. Tehát mondom, lehetséges, nem tudom, nem is néztem, de hogy nem is vettem észre. Tehát az biztos, hogy böszme nagy piros felkiáltó jellel nem volt kiírva az, hogy... hogy hé, egyébként hülye gyerek, abban az esetben, hogyha bármit szeretnél vásárolni olyan összegért, amiből egyébként általában nem tartunk magunknál készpénzt, akkor mi lenne, ha nem tennéd most? És így nekik valamiért ez így rendben van. És akkor így mondtam neki, hogy akkor, tehát hogy akkor egyik, tehát tényleg egyik helynél sem? Nem. Egyik, nekem van valahol egy gyémántcsákkal gyémánt balta. Nem mondja, hogy most ez nem kell gyémánt balta feltétlenül. Valamiért nekik ez nem tűnt problémának. Én egyébként nem is értem. Utoljára egyébként a... Ezt is meséltem egyébként az előző streamben. Asszonypajtási jegygyűrűjének vásárlásakor lepődtem meg nagyon. Mert bementem ugye a helyre, ahol vettem a gyűrűt. És kiderült, hogy nem lehet kártyával fizetni. És tudjátok, amikor így állsz, hogy... De hát, mármint, akárhogy nézem, én nem, mert én nem ennyit költök a jegygyűrűre, de hogy alapvetően nem kell nagyon nagy elvárás ahhoz, hogy egy jegygyűrű ára az átlépi az 1 millió forintot. És most valaki azt gondolja, hogy ezt kifog, tehát hogy így oda sétálnak készpénzzel? És úgy fizetik ki, mondjuk a felét előlegbe? És aztán a felét izébe, és ez lehet még, de na mindegy, az is ilyen nagyon fura dolog volt. Hogy így sem. Úgyhogy fogtam, megkértem a csajt, hogy el lehetne rakni ezt a két cuccot, mert nem találtam többet a polcon, és ha most ők eltüntetik, akkor én valószínűleg ajándék nélkül megyek haza. Ami nyilvánvalóan nem jó, mert hogy aznap volt azt mondjuk a szülinapja. Igen, lehet, hogy nem kellett volna az utolsó napra hagyni, igen, értek mindent. Mondta, hogy persze elrakja, menjek föl, vegyek föl pénzt, és akkor akkor sima. Elmentem, egy villamos megállónyira volt, bankautomata, szóval nem... Jó, azért nem azt mondom, hogy nem volt a világ, de hogy megoldható volt. Elmentem, felvettem a pénzt, odafele villamossal, visszafele gyalog, mert nem jött villamos. Aztán így besétáltam, és volt szerencsém, miközben a kedves leányzó intézte a dolgokat, tudjátok, hogy fizetek, mit tudom én. Volt szerencsém végighallgatni, ahogy az üzletvezető üvölt az egyik alkalmazottal, az összes vevő előtt. Nyilvánvalóan ő is nagyon ideges, én mindent értek, hogy ne nyomogassa már azt a nyomvadt telefont. És itt a nyomvadt telefon az nem nyomvadt telefon kifejezés volt. És amikor... amikor így ezen így... Szóval az a helyzet, hogy én... El nem tudom nektek mondani, mennyire nem érdekel, hogy ő nekik belül milyen konfliktusaik vannak. Ez egy bolt, aminek úgy kéne csinálnia, hogy ne legyen végtelen fájdalom minden egyes perc, amit benne tartózkodsz, és nem sikerült. De jó Isten, de még hogy nem sikerült. És ez ilyen tök vicces volt, mert én ugye alapból úgy mentem oda a kasszához, mert a legelején, hogy elég jó lehet ilyen körülmények között dolgozni, és nyilvánvalóan erre is ilyen teljesen polájtú válaszolt a csaj. Tehát, hogy nem az van, hogy most elkezdte velem együtt fikázni a rendszert, hogy ja, itt mindenki hülye, meg mit tudom én, hogy mondta, hogy hát, ja,
kicsit a fúrás, mit tudom én, zavaró ilyenek. De hogy ilyen... Ógád, hogy mennyi... Tehát, hogy ez milyen hosszú sorozat, rossz döntés eredményez egy ilyen vásárlási élményt. És egyébként aznap mindenkinek közölték, hogy nem lehet, és így... Ha... És mondom, simán elképzelhető, hogy megfelelően ki volt táblázva, mert mit tudom én, lehet, van valami jogszabály erre, hogy hogyan kell, vagy ilyenek. Én alapvetően figyelek egyébként a környezetemre, tehát úgy, hogy így látom magam körül az embereket, meg látom az eseményeket, mert nem vagyok ahhoz elég nyugodt a köztereken, hogy csak úgy elengedjem magam. De hogy én... Hú, nagyon fura volt. És egyébként aztán kisétáltam, hogy elmenjen előttem egy... Ja, és mindezt egyébként 40 fokban, mert nyilván egy épülőboltnak nem működik a légkondia, azt hiszem, ami nyilván nem engem érdekel, mert engem nem érdekel, mert bemegyek vásárolok, hanem akik ott dolgoznak. Mekkora terhet rak... Hihetetlen. Mi volt a leghülyebb halálod Minecraftban? A hardcore egyébként nem volt annyira hülye, az egy ilyen megérdemelt halál volt. Az ilyen szép szava is. Szerintem a leghülyebb halálom az ehhez a sorozathoz fűzhető, abszolút. Abszolút egyértelműen ehhez a sorozathoz fűzhető. Amikor leugrottam az endben úgy, hogy nem volt rajtam a szárnyam, csak azt hittem, hogy rajtam van. És tudjátok, így készültem repülni. És ez még nem is a leghülyebb halálom. A leghülyebb halálom az, amikor ezt megismételtem. Tehát amikor konkrétan leugrottam még egyszer. Igen. Amikor leugrottam még egyszer, ugyanott, ugyanolyan körülmények között, ugyanúgy nem volt rajtam a szárnyam. Igen, tehát szerintem az volt a leghülyebb halálom. Miért nem jár... Oh boy. Miért nem látszódik az a Withernek a neve meg a HP-ja? Azért, mert benn van egy olyan resource pack, ami eltünteti. Tehát, hogy el van nevezve egy name taggel egy adott karakterre, és ez az adott karakter ki van véve a játékban megjelenő karakterek között. Tehát, ha most ezt nekem valaki chaten írja, én azt se látom. Mert hogy ez egyáltalán ki van véve, és a resource pack pedig kiveszi a Withernek az életcsíkját, és emiatt nem lehet látni. Nyilvánvalóan azért, mert nem releváns amúgy, mert héderezik a pincében, és csinálja a dolgát. Én meg csinálom a dolgomat itt fent. És ugye mivel nem kell feltétlenül az orrom alá, ugye ha ölöd éppen a Withert, akkor azért elég fontos, hogy mennyi HP van. Viszont ha senki nem öli a Withert, senkit nem öl a Wither, akkor így igazából nem annyira számít, hogy mennyi HP-ja van, úgyhogy nálam konkrétan ki van kapcsolva a HP-ja. És nem látszódik. Nem baj egyébként, nem tudom, hogy van-e valahol, biztos van valahol a bázison fa, mert tudom, hogy múltkorból láttam egy csomó fát valahol, de most nem jutott eszembe, hol van, és ezt a sztorit úgy is el kellett mesélnem, úgyhogy emiatt ez nem feltétlenül baj, hogy most közben vágtunk fát. Kell valamennyi fa egyébként. Most perpillanat nem teszem mire. Ja, most épp létrára, de hogy kell majd másra is fa egyébként. És emiatt egyáltalán nem baj, ha van. Overwatchba várom az új skineket? Nem. Én most egy jó ideje nem overwatchoztam. Meddig nevezted a hajad? Nem neveztem a hajam. Csak nem megyek el fodrászhoz, mert... Wither farmból készítek-e újat? Igen, és bevallom őszintén, nagyon gondolkozom azon, hogy annak is növelni fogjuk majd a termelékenységét. Valószínűleg annak is növelni fogjuk majd a termelékenységét. Tehát, gondolkozom a két Witheron is, de az már egy kicsit parább gondolat. De nagyon erősen gondolkozom azon is, hogy egyszerűen csak több helyről kapja majd a követ a Wither, és akkor a Wither többet csinál. De gondolkozom ennek a kettő együttesének is, amikor több helyről kapja a Wither a követ, és kettő is van belőle. Tehát hogy ezeken mind gondolkozom. Na, ezt csaltam egyébként, közben megint nagyon sokan jöttetek, aki nem látta. Ezt raktam följebb, mert ezt ebben a magasságban építettem meg, és ezt most editorral följebb raktam. Akkor elmondtam miért, úgyhogy... Ha gondoljátok, akkor hallgassátok vissza.
Rövid kiengedett hajad. Hát, hogyha rövid a hajad, akkor nem nagyon fogod össze. Egyébként igen, volt egy adott időszak érettségi után, levágtam, és egy 2 évig talán úgy volt, de a 2 év alatt nem sikerült találnom egy olyan frizurát, ami tetszett volna, úgyhogy nem visszanövesztettem, csak először elmentem, tehát először sokáig nem mentem el fodrászhoz, utána elmentem fodrászhoz, utána ő neki nem tudtam megmondani pontosan milyen frizurát akarok röviden, és egyébként nem a világ legtehetségesebb fodrásza volt, mint erre utólag rájöttem, meg ő igazából így nem is igazán akarta ezt az egészet, valószínűleg ezt az egész fodrászállást, ahogy láttam rajta, és ebből adódóan ő úgy döntött, hogy akkor egy icipicit levágott a hajam végéből, amikor azt mondta, hogy valami rövid frizurát szeretnék, akkor fogta és még vállig nem ért a hajam, de fogta is levágott be 3 millit, és akkor mondta, hogy jó, köszönöm. És akkor azóta nem voltam fodrásznál szerintem. Nem, mert hogy oda kéne menni, és meg kéne mondani, mondjuk most egyébként egészen jól tudom, hogy mit akarok, meg tényleg el kéne menni, csak így fel kell hívni, meg ilyenek. Ez macerás, ez macerás. Én az ilyenekben nem vagyok jó. Plate-házzal kapcsolatban valami. A Plate-házzal kapcsolatban nincs. Viszont jó, hogy kérdezed, mert a Plate-tel kapcsolatban van. Az helyzet, hogy valószínűleg nem lesz meglepő, de kint leszek a Plate-en. Én személy szerint egyébként mindkét nap, de mindkét nap dolgozom kint. Nem vagyok abban sem biztos feltétlenül, hogy be fogom osztani magamat. Dedikáló zónába, vagy bármi ilyesmi. Szóval ne feltétlenül miattam gyertek ki, vagy hát gyertek ki miattam is, mert nyilvánvalóan attól még van esély találkozni, meg igyekszem majd összehozni, hogy legyen. De ha őszinte akarok lenni, akkor egyáltalán nem biztos, hogy leszek dedikáló zónában, vagy bármi ilyesmiben. Viszont az a helyzet, hogy van a leírásban egy csodálatos referál link, amin keresztül tudtok vásárolni plétjegyet, és abban az esetben, ha ezen a linken keresztül vesztek plétjegyet, pontosan ugyanannyiba kerül, mintha bárhol vesztek egyébként plétjegyet, abban az esetben, ha ezen a linken keresztül vesztek plétjegyet, akkor egy kisebb összeggel tudjátok támogatni is a csatornát. Ez nyilván úgy működik, hogy ha mit tudom én, valami jegyirodába veszi az ember a jegyet, akkor a jegyiroda nyilván a jegyárából van, amit levesz, és a Plate-tel most indítottunk. Azért mondom, hogy indítottunk, mert én is vagyok szervező, nem, tehát hogy nem mint videós, hanem mint szervező, indítottunk egy olyan programot, amiben több videós, nem mindenki, de elég sok videós kapott lehetőséget arra, hogy ilyen referál linket használjon. Mindenki pontosan annyira pusholja, amennyire szeretné. Úgyhogy ha esetleg úgy alakul egyébként, hogy nem miatt, tehát hogy nem engem szeretnétek vele támogatni, az is tökre működik. Nézzétek a videósaitokat, hogy kik azok, akik rendelkeznek ilyen referál linkkel, kik azok, akik használják. Ha van olyan, akit szeretnétek támogatni, és teszem azt már egy jó ideje, mi tudom én, gondolkoztok ezen, de mondjuk donétet nem tudtok neki küldeni, akkor ha ezen a linken keresztül veszitek a jegyet, akkor azzal igazából tudjátok támogatni a munkájukat, vagy az én munkámat. Ez nyilvánvalóan az enyémre is igaz, lent a leírásban található a link. Ennyi igazából. Nem egy nagy vasszizdasz igazából a cucc, és bevallom őszintén, én nem is nagyon tervezem pusholni a dolgot, azért nyilván fogok róla néha beszélni. Amúgy alapvetően, ezt most nyilván megint csak ilyen vagy elhisztek nekem, vagy nem alapon, de igazából miért ne hinnétek el, amúgy nem annyira rossz pénz. Mármint, hogy nem egyet, sőt, ilyen jutalékrendszeres cuccokból egy kifejezetten jó pénz. Az, amit sikerült összehoznunk. Szóval azért ez egy kifejezetten jó kis kezdeményezés. De mondom, figyeljétek a többi videóst is. Szerintem fogják tolni ők is. Nyilván mindenkinek a személyiségétől függ, hogy mennyire. Vagy nem is csak a személyiségétől, hanem hogy értitek, mennyire gondolja ezt komolyan, vagy nem is tudom igazából. Ezt az infót szorhatná a bot egy ideig. Szorhatná valóban.
Egyébként ott van a leírásban a link, most is nézegessétek meg. Vagy ne. De mondom, igazából tényleg azért jó amúgy, és azért mondom általánosságban a programot, nem csak az én csatornámat, mert igazából tényleg nem kerül semmibe, csak azok, akik kijönnének amúgy is Play-re, ha így veszik meg a jegyüket, akkor azzal még egy pár forintot, vagy teszem az pár száz forintot, inkább pár száz forintot jegyenként tudnak még a normál jegy esetében is a videósok zsebébe juttatni, annak, akinek szeretnék. Nyilván ez nem így el van osztva, ez mindenkire egy külön referálink működik. A tudtommal, ez a baj, nem tudok elmondani mindenkit, és így nem akarom feltétlenül ebbe így belemenni, de tudom, hogy van videójáték Zsoltinak, nyilván az összesről tudok, mert itt lehetne egy táblázaton előttem, csak nem fogom felolvasni az összeset. Van videójáték Zsoltinak, van Zsozé atyának, van Pankutyáéknak, ők mondjuk nyilván nem videóban fogják promotálni, gondolom. Van... Nosikának, a KD csapatnak, Anfieldnek, 10x valahány videóssal kezdtük egyébként most ezt a programot. Nyilvánvalóan, ha sikeres, akkor ezt majd bővítjük. Tehát, hogy ez... De mindegy, egyébként el nem tudjátok képzelni, hogy ez egy mennyire király dolog amúgy. Mármint... Na jó, de ez valószínűleg ez így hülye hangzik, de hogy... De egyébként ez egy nagyon-nagyon-nagyon zsír lehetőség. Mert úgy értem, hogy ki van találva, mert hogy ugye nyilván a Play-nek az a célja, hogy folyamatos kommunikációt szorgalmazzunk, de hogy ezt nem úgy akarja elérni a vezetőség, hogy az egyszeri összegbe még többet belerakjunk. Szerintem ez zseniális. Szerintem ez egyszerűen zseniális. Na mindegy. Keep Inventory, de ahogy használunk Keep Inventory-t. Na, ennek kéne a felét megtalálni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oké, honnan kezdtem el számolni? 1. Oké, most ezt innen a beugrótól kezdem. Szerintem onnan kezdtem el számolni. Jó, ez 20, ami azt jelenti, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, és akkor ide teszünk valami órát. Valami rendszert ide rakunk jól. Úristen, hogy is néz ki ez a cucc? Ah, de gáz, nem jut eszembe ez az izé. Ennek a Redstone Clocknak a dizájnja. Oké, okay, azt hiszem lehet, hogy megvan. Megnézzük és aztán megpróbunk csinálni belőle egy Redstone Clockot. Valószínűleg ez lesz. Egy megfelelően lassan működő Redstone Clockot egyébként. Amúgy, amit Mumbo Jumbo használ, Redstone óra rendszer, az amúgy nem a legjobb cucc ever. Mert annak így azért vannak ilyen nehézségei. Tiki Takinek nagyon szépen köszönöm a donation. Szia Szendvics király, hogy mint vagy ma? Hogy van asszonypajtás? Mi is pontosan ez a Redstone tábor? Te csinálod? Mesélnél róla egy kicsit? Ha tetszik, amit látok, nyomjatok egy lájkot. Ha nem, akkor is nem. Akkor nem kell nyilvánvalóan lájkot nyomni. Redstone tábor. A Redstone tábor igazából egy tábor, ami arra van kitalálva, hogy a gyerekeknek egy ilyen hasznos program eltöltést csináljunk nyáron. Nyilvánvalóan ezek a srácok valószínűleg játszanak egész nap otthon, most itt egyébként nem fognak, mert lesznek mellette ilyen elég komoly offline, tehát ilyen sport jellegű dolgok is. Én összeálltam igazából egy csapattal, tehát nem mondanám azt, hogy én csinálom, sőt, még csak azt sem mondanám, hogy mondjuk flat a szakmai részét én csinálom, mert azt is Ice Bluebird-el csináljuk együtt, meg van még egy srác, aki segít ebben, viszont ő neki nem tudom a nicknevét, mert borzalmasan bonyolult. És az a csapat, akikkel így összeálltunk ebben a témában, úgymond, ő nekik több táboruk is van, és arra gondoltak, hogy csinálnának egy olyan Minecraftos tábort is, ahol egy videósok megjelennek, kettő nem feltétlenül viszik el a programozás irányába nagyon a dolgot. Tehát, hogy azért nem, mert hogy van programozó táboruk, ami default Minecraft. És nagyjából igazából ez lenne a dolog.
Egészen alakul már egyébként az a rendszer, amit azok a dolgok, amiket szeretnénk információkat átadni a srácoknak. Nyilván ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, de szerintem tök jó lesz egyébként végül. Ami engem elképesztően meglepett, az az, hogy hogy gyakorlatilag megtelt. Tehát, hogy én azt hittem, hogy annyira, tényleg annyira későn sikerült meghirdetni a dolgot, hogy én azt hittem, hogy egyáltalán nem fog menni, de hogy hála az égnek megtelt. Úgyhogy, ja, hát ilyen 9-14 év között is srácok, lányok jönnek, és Minecraftozgatunk bizonyos órákban, ugye, nyilvánvalóan. És egyébként meg játszunk, táborozunk, érted? Tehát, amit általában egy táborban szokás csinálni. Nagyon rosszul menedzselem ma a nyersanyagaimat. Nagyon rosszul menedzselem ma a nyersanyagaimat. Ha jól emlékszem, akkor van itt egy ilyenünk. Van itt egy ilyenünk, és le kell mennünk építőanyagért. Ez egy rendkívül tehetséges ugrás volt részemről. Te jó Isten, borzalmasan meleg van egyébként. Nagyon-nagyon durván meleg van. A mobfarm működik egyébként, ha a földre építem, nem azért raktam följebb. Működik egyébként a mobfarm. Azért raktam följebb, hogy gyorsabban működjön. Mert az igaz, hogy lassabban működik, ha rend van. Sok minden miatt, de ezt elmondtam az elején. Tehát azt elmondtam az elején, hogy miért raktam följebb. Nem tudom, valahogy rossz szögben érkeztem. Tehát, hogy így... Pedig van rajtam szárny, én valószínűleg túl meredek szögben csapódtam bele a betonba gyakorlatilag. Ó, ma voltál fürdeni a Balatonon? Az tök jó. Én nem. Tervezünk még egy nyaralást egyébként. A szeptember elejére. Ja. Tervezünk még egy nyaralást szeptember elejére. Egy ilyen kis szarvasi kiruccanást. Nem tudom, kinek mond valamit szarvas. Nekem! Egy szarvasi kiruccanás, de nagyon-nagyon csendes, nagyon-nagyon csendes részére. De nem vagyok benne biztos, hogy megcsináljuk ténylegesen. Mert igazából abban nem vagyok biztos, hogy lesz rá időm, hogy őszinte legyek. Itt most le kéne érni nagyon gyorsan, ugye? Jéj, ott vannak a cuccok! Egyébként tényleg, ti hogy bírjátok a meleget? Meg mit csináltok így a meleg ellen? Mert az, akinek légkondia van, az inkább maradjon csöndben, az nem számít. De számít nyilván, tehát hogy számít az is, akinek légkondia van, de a véleménye nem. A véleménye is számít, csak a megoldása nem. Ah, sikerült végül egyébként kinyögnöm magyarul ezt a mondatot. I have you covered. Nem mondom, hogy nagyon könnyű volt, de sikerült végül kinyögnöm. Én is ma fürödtem Balatonon. Ebben a sok toronyban mit csinálok? Hát őszintén leginkább semmit. Spam vagy tesónak is nagyon-nagyon szépen köszönöm a donation. Hogy áll a Patreon? Most, hogy már megvan az új logó. 65% viszont hétfő óta nem volt időm írni. Megvan már a bemutató, vagy bemutatkozás, az megvan. Nyilván DV sokkal jobb, de... de az enyém... Az enyém meg olyan, mint én vagyok. Tehát azok a gondolatok, amik én vagyok... ezt azért mondom egyébként így, mert én azt terveztem, hogy lemásolom Dave struktúráját, mert... Értek, ha már valaki tud, tud írni, akkor a rendszereit érdemes átlesni. De nem, végül nem olyan lett. Egy hasonlítanak elemek, de annyira nem. Viszont azóta nem volt, most rakom össze azokat a tíreket, amikben a támogatás jöhet, és ezeknek próbálom megalkotni úgy az összeghatárait, hogy legyen is jó, tehát nektek is legyen jó, meg nyilván nekem is legyen jó. Nem hoztam fel, amiért leugrottam. Tehát igazából így, hogy így mindenkinek jó legyen, ezzel akadtam el egy kicsit, viszont ami utána sokkal könnyebb lesz majd,
az izé lesz, a célok. Össze akarok rakni majd célokat, és azok a célok viszont már egyszerűbbek lesznek, mert azok már fejben vannak. Tehát, hogy azokat már most tudom, hogy miket szeretnék. Nem gond, nem tudtam, hogy bajod van a légkondis emberekkel. Nem, viszont pár napig még ugyanilyen izé marad, akkor lehet, hogy valamelyikre rá is rúgom az ajtót. És átköltözök oda. Táboroztatok, te jó Isten, én nagyon félek. Nagyon-nagyon félek egyébként a Minecraft tábornak a közönségének a közönségétől. Tehát alapvetően nyilván azért, mert nem foglalkozom amúgy gyerekekkel, és tudom, hogy tök jó lesz, csak nagyon félek ettől még. Gábor papnak is nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatást, szuper az új csatorna logó, nagyon-nagyon örülök, hogy nagyon tetszik, sőt, az helyzet, nagyon örülök, hogy alapvetően pozitívak a visszajelzések. Tehát, hogy az új csatorna logót illetően alapvetően tök pozitívak a visszajelzések. Tök pozitívak a visszajelzések. Jó, jött pár ember, aki, de hogy igazából olyan nagyon negatív, nem is érkezett most, majd mindjárt fog. Igazából olyan nagyon-nagyon negatív, nem is érkezett. Olyan érkezett, hogy ő még átgondolná a színeket, azokkal még egy kicsit játszani kéne. Olyan érkezett, hogy sajnálják, hogy Máté kikerült a dologból. De olyan, hogy te jó Isten, mi ez? Olyan nem. Ami tök jó egyébként. Valakinek megjelenik a donétja a chatben? Igen. Ez úgy működik, hogy nekik máshogy jelenik meg, mert nekik viszont a topban meg a lastban nem jelenik meg, amit láttok bal oldalon. Ez úgy működik, hogy van, a chaten működik egy Super Chat nevű rendszer, ami gyakorlatilag egy a YouTube-nak a belső rendszere, a YouTube intézi, úgymond azokat a bevételeket, egyébként hozzá kell tenni, hogy ez azt jelenti, hogy az például még abból egy nyavajás forint nem jutott el hozzám, mert nem képesek megoldani megfelelően a dokumentációját a dolognak, mindegy. Mindegy, ez egy másik kérdés, elő vagy utóbb elfog. Oké, ez így nagyjából jónak tekinthető, so far. És akkor mondjuk ebbe bevágunk mondjuk így 64 követ. Mondjuk nem ebbe vágunk be egy 64 követ, hanem mondjuk bevágunk ebbe 64 követ. Jó, nem vágunk be 64 követ, mert az batársok. Oké, tehát van ez a Super Chat rendszer, és van, aki pedig közvetlenül küldi a donation-t. És aki közvetlenül küldi a donation-t, az egy teljesen másik rendszeren keresztül játszódik át igazából, mint aki itt. És akinek látszik chaten, az... Oké, itt valami nem jó. Itt valamit nagyon súlyosan kihagytam. I have you covered. Igen. Tikit, akinek is itt nagyon szépen köszönöm, és nagyon király vagy. Itt annyira meleg van, hogy 3 napja fűteni kell, kb. 2 hete esik az eső megállás nélkül. Szeptember 1-én megyek haza 2 hétre, amikor elkezdtelek nézni valami űrhajós dologról, építős játékkal játszottál, nem tudod mi a neve esetleg? Space Engineers. Csak egy item kell. Nem, az biztos, hogy nem. A jó hír az, hogy van egy működő ilyen óra. A rossz hír az, hogy már nincs. Nem, a rossz hír az, hogy már nincs. Okidoki. Mi az, ami nem így működik? A Google Time! Szerintem a Space Engineers-re gondolsz, de attól függ, hogy ez mikor volt. Space Engineers a... Redstone Timer. Jelen alatt van a hopper, így van. Ilyetlen, Tango nagyon gyakran használja ezt a dizájnt, igen. És ugye az a lényege, hogy alapvetően elég hosszú idő, mire átpörög. Nekem is volt ilyenem egyébként a mappen, csak lebontottam a rákba.
De nem kellett volna. Ez nagyjából eddig jó. Azt mondja, akkor ó, megvan. Aha! Sok mindent megmagyaráz. Jaj, ne, így nem látom a donation-öket! Igen, egyébként közben Csaba is írta, amit ti láttatok, én viszont nem. Mert nekem az nem volt elől, viszont ti ugye nem láttok mást a képernyőmből, csak azt akkor is, hogyha nincs elől. Csaba írta, hogy nem fákja van ott, hanem redstone. Itt! Itt tenni! Remek! Hát ez hihetetlen, hogy mindig lerakok mindent, és aztán soha sincsen nálam az, aminek nálam kéne legyen. Ígyni. Meg ígyni. Jó, és akkor mi most belevágunk, ott van 4 darab blokkot. És ez elméletileg kellően lassú. Jó, a 64 blokk, az megint csak túlzásnak minősíthető. A 33 is. Oké, mondjuk akkor ide berakunk 18 blokkot. Nézzük meg 18 blokkal. Te mi a rák? Akkor csinálsz. Mondhatnánk azt is, mi a kavics? Nagyszerű. Egyenesen fantasztikus. Nem, ez így se lesz annyira jó. Sticky a piston? Aha. Ennek a rendszernek a neve T-flip-flop? Nem, ez egy timer, ami nem... Tehát ez egy clock gyakorlatilag, ami nem ilyen elképesztően gyors, hanem inkább kifejezetten lassú. Tehát, hogy ennek az a lényege, hogy olyan vezérléseket tud egyébként csinálni, meg olyan vezérlésekre jó, ami alapvetően kinda... hogy is fogalmazzam meg? Amivel hosszú időre jó. Tehát az a lényeg, hogy olyan dizájnokra érdemes használni, amik nem 5 másodperc alatt futnak végig, meg nem jó rá egy repeateres rendszer, ami delayt repeaterre vesz lehet hozni, hanem állítható custom hosszabb, na végre. Szóval állítható custom hosszabb időkre van szükségetek. Tehát például itt nálunk most szükség van arra, hogy bespawnoljanak a szörnyek, és akkor egy ideig ugye gyakorlatilag így várjuk azt, hogy bespawnoljanak, és egészen addig, ameddig ugye át nem pörög minden alkatrész, addig ez történik. Tehát ez lehet ilyen nagyon rövid is az órajele, lehet ilyen nagyon hosszú is, mint például most ugye, hogy most meg kell várni, hogy 64 item átpörögjön, de egyébként valószínűleg ennek az lesz majd a megoldása, hogy hogy valami köztes számot találunk amúgy ügyesen, és mondjuk mit tudom én, megpróbálunk 32-t belerakni, és akkor itt igazából kitapogatjuk azt, hogy mikor lesz ez jó. És akkor átmegy szépen mondjuk mind a 32, de ha mondjuk ott 2 stack lenne, akkor meg ugye 2 stack. Tehát hogy gyakorlatilag ki lehet számolni azt, hogy mondjuk hány item kell ahhoz, hogy 2 percenként adjon jelet. És meg lehet csinálni azt, hogy 2 percenként adjon a rendszer egyszerűen jelet. Hello. És meg lehet csinálni, hogy 2 percenként adjon egyszerűen a rendszer jelet. A kérdés, ami most így feszegeti a lelkemet, az nyilvánvalóan az, hogy miért ide építettem, és miért így? És hogy fogom így lelopni róla a jelet? Igen, ezek a kérdések feszegetnek el inkább jelenleg. Mambo valahogy ezen keresztül lopta le a jelet, de ez ilyen fura. Mert ez csak egy pillanat. Aha, ez lenne a trükk lényeg, ez. Lehet, hogy ez láthatóan megszakad ez a jel? Nyilván megszakad ez a jel. Hát ez zseniális. Ha ez tényleg ezt használják ki ez a rendszer, akkor sokkal jobb ez a vezérlés, mint gondoltam.
Megszakad, de ez nem feltétlenül jó nekünk. A legjobb az lenne egyébként, hogyha a pillanatnyi megszakadás az is para például, hogy fordítva építette. Az arra lenne szükségünk egyébként, az lenne a legesleges legjobb, ha a pillanatnyi megszakadás az egy kettő ütéssé válna, de valószínűleg ezt nem tudjuk annyira szétválasztani, hogy mert akkor lenne a legefficientebb egyébként. Akkor lenne a legefficientebb amúgy a dolog, hogyha valahogy ketté tudnánk választani. És egymástól, ezt ki akarom próbálni. Nem így, Mambo nem így kötötte egyébként a redstone részét, az biztos. De az a helyzet, hogy akkor, hogyha azt ketté tudnánk választani, két jellé, és ezt el tudnánk időben különíteni egymástól, olyan későre, hogy... mi kell az Observer blokkhoz egyáltalán? És tudok Observer blokkot. Ah, mi kell az Observer blokkhoz? Ha el tudnánk különíteni úgy, hogy... de akkor nem menne föl a... Nem menne föl a villanása. A fákjákon. De igazából fölmehet. Nem. Mert ahhoz meg... Annál meg több idő kell, hogy terjedjen a víz. De az Observer blokk, az meg két jelet ad ki, de az meg... Várj, az Observer blokk az már magában szétszedi kettőre, nem? De! Vettek, az Observer blokk szerintem magától szétszedi a jelet kettőre. Mert az Observer blokk, az blokk frissülést érzékel, ami gyakorlatilag bármilyen nemű változás lehet. Tehát... ennyi cucc. Az bármilyen nemű változás lehet, ő egyszer érzékeli azt, hogy... De annyi idő alatt meg nem folyik ki a víz. Tehát, hogy azt meg el kéne egymástól választani ezt a kettőt. Ezt kifejezetten el kéne egymástól választani ezt a két jelet. Mert ugye, most azon gondolkozom, csak hogy értsétek, mint gondolkozom, és lehet, hogy megint túlbonyolítom a rákba a dolgokat, mert hogy ezt szoktam csinálni. Azon gondolkozom, hogy meg lehetne azt csinálni, mert hogy... hogy egyben levezéreljük azt, hogy kirakja a vizet, és beveszi a vizet. Értitek? Tehát, hogy kirakja a vizet, és beveszi a vizet. Gyakorlatilag. És nem pedig az van, hogy az egyik emeleten kin van a víz, a másik emeleten nincs kint, jó, hogy ne... Hát, ez remek. Szóval az egyik emeleten... Oké, ez hogy adja jelet? Nem, ez annyira összemosódik, hogy ezt nem érzékeli külön. Mi a rák, ez mi volt? Mi a... Oké, ez most érthető volt. Ez mi volt? Ez mi volt? Ezek milyen jelek itt? Túl bonyolítás? Á, dehogy! Nem, én olyan sem nem csinálok. Aha. Akkor viszont, ha az ott jelszintet érzékel, jelszint különbséget érzékel... most kezdjük túlbonyolítani! Érzitek a levegőben? Most ugye a komparátornak a jelszint különbségét kivettük a játékból, mert ugye a repeatert azt nem zavarja igazából. Ah,
Aha, most ezzel, igen, valószínűleg a komparátor jelszint különbség változása volt. Viszont ez most nekünk nem segít sokat, sajnos. Abban az is... Ne... Ja, felvettem. Abban az esetben legalábbis, hogyha... És az a kérdés, hogy ez például felvillan-e? Valószínűleg ez nyilvánvalóan felvillan. Vagy legalábbis szerintem korrekt lenne a részéről, a felvillanna. Felvillan, oké. Okay. És mi van akkor, ha mondjuk... Nyilván ide építettem a létrát! Mindegy. Húgyni. Papam, 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 papam. Papam. Oké, így. És ez meg mondjuk így. És redstone. Ez hogy néz ki a gyakorlatban? Oké, ez hogy néz ki a gyakorlatban? Azt számít, hogy elfogyott a resztónom. Jó, ennyi elég, köszönöm. Mennyi a különbség a kettő között? Nem lesz elég valószínűleg a különbség a kettő között amúgy. Levehetném ennek az... pedig egyébként egész jó a kettő közötti különbség. Egyáltalán nem rossz. Oké, szóval amit meg kell csinálni, az az, hogy jön ez az első jel. Suhú! Kipakolja végig a vizet az összes dispenserből. Aztán jön a második jel. Suhú! És visszapakolja a vizet az összes dispenserbe. Az a kérdés, hogy ennyi delay különbséggel, ami 1, 2, 3, 4, 5 és 1, jó, 5 darab maximumon, mert erre van helyünk jelenleg, ha minden igaz, 5 darab maximumon, most megépítsem ezt tesztként ide az egészet. Ja Istenem, miért szivatom magamat ilyenekkel? Semmi baj, megépítjük tesztként az egészet. Oké, okay, most tesztet építünk egyébként, csak megvan a nyersanyagunk ahhoz, hogy ne kelljen hozzá egy kreatívba elmenni. Bár mondjuk egyébként az építési technikáink nincsenek meg hozzá, szóval... Nem feltétlenül lesz ez így nekünk jobb. Megvannak egyáltalán a nyersanyagaink? Oké, kell... Na, szóval, ez igazából növelni a hatékonyságunkat. Lehet, hogy Mambónak erre van valahol valami dizájn, valami a dizájnjában. Mondom, nem megtanultam igazából a dizájnját, hogy őszinte legyek, hanem... hát így megnézegettem, megállapítottam, hogy elég érdekesnek hangzik. Oké, tudunk már is helyet nyerni abban az esetben, ha ezt ide tesszük. Így. Nem tudunk vele helyet nyerni. Jó, akkor nem tudunk vele helyet nyerni. Ígyni, és akkor ez lenne az, hogy itt elvileg van 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, ez tűnik így helytállónak. Mambónak ugye féloldalas. Mert arra gondolsz, hogy mire gondolsz? Hogyni? Szóval arra gondolsz, hogy mindig víz alatt van a fele? Igen, azt tudnánk kikerülni, hogy mindig víz alatt legyen a fele. Igazából ezt szeretném kikerülni alapvetően. Csak az a kérdés, hogy elterjed-e ennyi idő alatt a víz olyan messzire? Valószínűleg nem, de ha tudnánk a kettő között egyébként növelni a késlettést, ha tudnánk, én is úgy tudom, hogy nem folyamatosan aktív a spawn területek. Reston blokkból közd. Nem, most nem feltétlenül, nem, most nem feltétlenül arról. Tehát az nem feltétlenül segít most nekünk. Jó, ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jó, ennél egyel többet kéne, ennyit kéne mennie
annyi idő alatt, amennyink van. Ami nem... Nagyon jó. Hoppá. Hoppá, hoppá. Az a helyzet, hogy egyáltalán nem állunk rosszul. Nem állunk jól se. Mert ha megnézitek, most pont... Tehát, hogy hamarabb lezár, nyilván... Hamarabb lezár? Egy icipicit, ha még később zárna le, az annyira zsír lenne. Hogyan tudnánk még egy icipici helyet nyerni? Oh! Technikailag kijebb vihetjük. Ha már egyetlen egyel kijebb vinnénk, mert azzal valószínűleg nyernénk egy csomó mindent. Nyilván a design furább lenne, jó, értem, a design furább lenne, de hogy ezt mondjuk ide, ezt átrakjuk ide. Ez most így éppen nem nagyon hat így egymásra. Igen, tehát hogy konkrétan, ja most várhatom. Tehát most azt akarom konkrétan megnézni, hogy mennyi kell ahhoz, hogy a zombik úgymond ellenállását is leküzdje a rendszer. Mert ugye... Valamennyire ugye le kell küzdeni a zombik ellenállását is. Tehát hogy arra alapvetően kell hagyni valamennyi időt. Ez még egyelőre messze nem megfelelő. Most az a kérdés, hogy hogyan lehetne ezt a rendszert lerövidíteni. Ja, ennyi idő alatt sajnos nem tolja le a mobokat. Ennyi idő alatt egyáltalán nem tolja le a mobokat. Azt hittem, hogy sokkal kisebb lesz a különbség, de nem, ez sem megfelelő. Hogyan tudnánk ezt lerövidíteni? Egyébként valószínűleg valami hasonló rendszerrel tudnánk lerövidíteni, ami ad egy jelet induláskor, és az ad egy jelet valamennyi idő után. Ezt valószínűleg ugyanígy hopperekkel tudnánk amúgy a legjobban megoldani. Ha ezen eléget gondolkoznánk, akkor valószínűleg megoldódna a dolog. Tehát, hogy itt is valami pisztonos rendszert alkalmaznánk egyébként, ami így... Teszem azt így hókusz-pókuszolna, és mondjuk... nem ez nem lesz annyira egyszerű. Hagyd azt a blokkot, meg azt a fákját, egyből a repeaterbe. Úgy érted, innen egyből a repeaterbe? De ez folyamatosan jel alatt van, tehát az a baj, hogy ez folyamatosan jel alatt van, ennek meg kell fordítanunk. Ami azt jelenti... Nem feltétlenül lesz ronda. Mert hogyha meg tudjuk oldani szépen, akkor nem feltétlenül lesz ronda. Ez most szép volt, Viktor. Az a helyzet, hogy csak itt alul lenne egyetlen egy... alul lenne egyetlen egy redstone része. Tehát, hogy... Meg lehetne azt csinálni, hogy mondjuk kihozzuk kifelé... az egyik jelet. Jó, az most nyilván fura. Én ezt értem. De mondjuk kihozzuk kifelé... és akkor abban még belerakhatunk egy csomót. Hogy mondjuk csinálhatunk egy olyat... Aj, biztos, hogy valahogy nagyon szépen meg lehetne oldani valami kis trükkös szerkezettel. Szóval ugye alapvetően csinálhatunk olyat, hogy így szépen cikázva is meg lehet oldani. Tedd kívülre a lassú oldalt, és akkor csinálhatsz több sort. Igen, ez jelenleg ez a, that's the plan, csak nem szép. Ami nyilvánvalóan záros határideig fog érdekelni, és aztán nagyon-nagyon hamar abba hagyja az érdeklé... abba hagy. Ez egyébként ez nem butaság. Ezt próbáljuk meg csinálni fönt. És mi lenne, ha mondjuk csinálnánk a másik lábra is egy létrát, amit majd nyilván ugye megint el fogunk zárni. Mi lenne, ha csinálnánk valami olyan létrát, amivel aztán tényleg fel lehet jutni? Kell sokkal több... repeater. Szerintem ez egy nem egy butaság egyébként ez az alapkoncepció.
aztán... Igen, szerintem ez nem egy butaság. Most ami ebből probléma lehet, az az, hogy esetleg elnyeli a jelet egy... egy redstone fákja sor fölfele. De szerintem alapvetően ennek nem... ez nem butaság amúgy. Ah, ez viszont szomorú. Van még fánk? Van még fánk? De hogy fogja aktiválni mind a két oldalt? Úgyhogy megépítjük mind a két szerkezetet mind a két oldalra külön. A két oldal egymástól külön működik. De az a lényeg, hogy mindegyik csak kiad annyi vizet, hogy lemossa. És aztán pedig... Ja Isten, hova tettem a fát? Hát az előbb volt a kezemben! Ó, megvan. Fals alarm. Tehát, hogy a két oldal az külön ritmusban üt. Valószínűleg máskor mossák le, de hogy nem ugranak át hirtelen a másik oldalra, hála az égnek. Azt kérem még, te jó Isten. Hú, ez mennyire kellemetlen lenne, ha az egyszer csak így átugranának. De nem, hála az égnek ilyesmit nem csinálnak. És akkor igazából kitalálunk egy adott időt, hogy annyi ideig van spanolni. Nyilván ehhez mérések lennének a legjobbak. Tehát az lenne a legjobb, hogyha megnéznénk, hogy milyen időközönként kéne lemosni őket. Mit tudom, én mondjuk 45 másodperc alatt telik meg, és aztán megnéznénk azt, hogy 45 másodperc az hány blokknak felel meg ebben a rendszerben. És aztán mondjuk ki kell még azt hozni, hogy mondjuk az a baj, hogy az lenne jó amúgy, hogyha kihoznánk azt, hogy adott időközönként egy blokk késleltetésben is meg lehet olni repeaterökkel. Az a helyzet amúgy, hogy erre van erre egy sokkal jobb rendszer. Van erre egy sokkal-sokkal jobb rendszer amúgy, amit most csinálok éppen késleltetésekkel. Azt meg tudja oldani egyébként egy sokkal jobb rendszer, csak most azon gondolkozom, hogy ez hogy működik. Nyilvánvalóan itt fent a levegőben kell, ahol már nincsen semmi helyünk. Valaki, azon gondolkozom, hogy ki csinálta ezt a clock designt. Google time! Emlékszem egy clock designra, találkoztam egy nagyon-nagyon jó clock designra. De most nem fogjátok látni a googlizásomat, mert soha nem látjátok egyébként. De amúgy azért nem, mert nem jó, ne indulj el, mert YouTube. És emlékszem arra a videóra, amelyikben volt Monster Trap. Jéj, look at that, tehát ez az én videóm. Nagyszerű, az most nem fog annyira sokat segíteni. Monster Trap Water. A redstone nem. Clock based Monster Trap. Jó, ez Mamboé, de nem Mamboé kell, hanem szerintem itt van ez. És Snow Crash! Szerintem Snow Crashnek lesz a videója. És most nagyon remélem, hogy nem hallatszódik be. Jó, és akkor most megnézzük, hogy hol van a clockja. Igen, ő csinálta. Jaja, emlékszem, ő csinálta. Na, az egy pretty varázslatos rendszer egyébként. Az, hogy hogyan fogjuk ide bepréselni, azt nem tudom. De ez lesz majd a megoldásunk amúgy. Oké, és mi ebből a kimenetünk? Oh boy. Jaj, nyilván valahova random redstone-okat kell behúzogatni. Jaj, Istenem. Az a baj, hogy miért nem... annyira nehéz a redstone-ban szépen alkotni. És akkor vannak bizonyos alkotók, akik kimaxolták már azt, hogy szép legyen. De hogy annyira nehéz amúgy alapvetően szépet alkotni a... Oké, mennyit rakott a másodikba? Oké, mindjárt mutatom srácok nektek is egyébként a dolgot. Mondanám, hogy tetszeni fog, de elképzelésem sincs. Használhatjuk egyébként az ő időzítőit. Abszolút használhatjuk az ő időzítőit. Aj, de nem jó, mert ez meg annyi ideig ad ki folyamatos jelet.
Mindegy, abból már tudunk dolgozni. Csak mennyit rak a második hopperbe? Mindjárt mutatom egyébként, hogy mivel élünk. Oké, 64 plusz 15, nagyon jó. 29, helyett 20, nem ki, helyett nem 29, ez a vicc. Oké. Ez most nagyon vicces lehet egyébként külső szemlélő számára. De higgyétek el, hogy jó lesz valamire a vége. Oké, szóval úgy folytatódik ez az egész kaland, hogy csinálunk egy második klokkot. Kapaszkodjatok. Te jó Isten, ez nem lesz feltét. Jó, nem, megépítem, megnézzük, de valószínűleg nem ez lesz a megoldásunk, mert egyszerűen csúnya. Mármint, hogy hú, de még mennyire csúnya ráadásul. Vagy lehet, hogy csúnya, nem feltétlenül az. Jó, nagyon jó. Add ide azt is. Akkor ne add ide. Ez ide, hogy nem kell. Hol a másik? Oké, ez is kell. Hű, ezt valahogy majd szépen elrejtjük. Valahogy csinálunk már rá valami dizájnt, hogy ez eltűnjön. Használj csillét és érzékelő sint, és vezet körbe a... Egyébként az a helyzet, hogy nem mondasz hülyeséget. Tehát, hogy az, amit mondasz opciót, az kifejezetten jó. Tehát az egy kifejezetten jó gondolat, egy csillét folyamatosan körbekötni, csak nem feltétlenül eléggé állítható. Tehát az az egyetlen egy. Pedig egyébként az lenne a legegyszerűbb módszer, és a csillének két ponton mérni azt, hogy hol tart éppen. De jó Isten, ez mennyire frappánsan egyszerű. Úristen, de imádom ezt a megoldást. Annak ellenére, hogy nem a legjobb, nyilvánvalóan. Mert úgy értem, hogy nem a legjobbat, hogy nem tudjuk ugye pontosan kimérni a másodperceket, meg a mindent. Mert mondjuk ahhoz képest ez a redstone szerkezet, meg itt aztán már mindegy. Igazából van lent egy csomó helyünk. Ja, nincs. Nyilvánvalóan, hogy hol máshol kéne ezt megépítenem, mint mit tudom, néhány kilométer magasban. De most komolyan hol máshol kéne megcsinálnom. Jó, és akkor ide kerül egymással szembe a két hopperünk. Az egyik hopper ide. A másik hopper ide. Ezekből jön elméletileg kifele a komperátor jól. Meg redstone. Meg redstone, nagyon jó, és ha ebbe rakunk 24 itemet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a fene se érti, hogy miért kezdtél el működni. Oké, kiszedjük mindet, leszámoljuk külön a 24 itemet. 24. Remek. 24. Oké. Most miért nem csak külön kötyeg? Mi ezek között? Valószínűleg egyébként egyszerűen mindjárt ha fogunk egy halomizét és... Nem. Ennek szerintem nem itt kell lennie. Ennek a... Ez a fákja szerintem az rossz helyen van. Pedig lennem. Azt hiszem tudom, hogy mi a trükkje a dolognak, csak... Csak nem tetszik. Nem, ez a megoldás nem tetszik annyira.
De nem is értem pontosan, hogy mivel akadályozza meg azt, hogy az oda visszamenjen és nem működjön tovább a rendszer. Na mindegy, mindegy, térjünk, igen, ezen elagyalhatok, ezt a restore rendszert teszünk, de nagyon sokáig itt nézegethetem, hogy ez pontosan hogyan kell összehúkolni. De inkább haladjunk tovább, építsünk valamit, ami körülbelül jó. Mert most így nagyon elmélyedtem, és ilyenkor ilyen teljes ilyen agymenés bekattintok át, és ilyenkor kezdem el túlbonyolítani, meg minden. Úgyhogy valószínűleg egyszerűen kihozzuk a lehető legrövidebbre, aztán annyi. Mert úgy értem, hogy egyenesen vezetjük ugye végig a rövid jelet, és oldalra kimegyünk annyit, amennyit kell ahhoz, hogy legyen egy hosszú jelünk. És valószínűleg ezzel fogjuk megoldani. Ebbe az irányba. Méghozzá, hát hosszúval. Tehát mindenképpen hosszúval. Azt nézem, hogy körülbelül mennyivel kell így kijönnünk. Mert ez még legalább szebb is, mert ez legalább szimmetrikus. És akkor nyilván innentől így kipróbálgatjuk azt, hogy mit tudom én, mennyivel lopjuk le a jelet. Nem a legelegánsabb megoldás egyébként, sőt, javában nem elegáns. Igen, egy bizonyos ideig tudod a csilléseket. A csillének vannak ilyen parái azért, hogy az benne van, hogy Chunk Loader Ornál megáll. Olyankor nehéz újra tölteni, tehát azért a csillés rendszernek mindenféleképpen vannak parái, ami nem, tehát hogy amúgy egyébként pont lehet, hogy tök jó. Mennyi idő alatt megy körbe vajon ezen a csille? De annyira félek, hogy viszont megáll a csilla, az baj. És ráadásul ugye a csilla az egyik legbagosabban működő dolog ever. Oké, hogyan halmozunk be egy ekkora területre a lehető legtöbb repeatert? Ha most oda visszamegyünk, nyilván oda nem mehetünk vissza. Egészen ideig mehetnénk vissza, az még nyilván nem éri meg. Ha most innen egyenesen elindulunk abba az irányba, akkor csinálhatjuk meg azt, hogy... hogy mondjuk nem innen feltétlenül. De innen még mondjuk meg tudjuk azt csinálni, hogy mondjuk itt még visszafordulunk. De hogy ez meg már azért így elég sok. Tehát hogy azért itt már ebben elég sok benne van. Így. Sőt, abban mondjuk egyet vissza is vehetünk, és már szerintem úgyis elegek vagyunk. Vagy nem. Maximum nem. Aha. Úgyhogy ez innen megy, csak nyilván nincs nálam elég repeater. És teszem azt, itt visszafordul. Ez nem repeater, szóval itt visszafordul. Aztán itt ugye megint visszafordul. Megyek, megnézem, miket használtam régebben. Oh boy! Oh boy, hát ennek a csodája. Jaj, de jó ég, hogy én ezt hogy szerettem régen. Most per pillanat nem vágom, hogy épp mi történik. Na várjad. Szóval, itt megy végig a jel. Ebbe az irányba. Ez mitől ugrik fel? Ez ide hiányzik egy... ide hiányzik egy... izé, nem? Ez itt... az ott szerintem nem ide kell, hogy kerüljön. És aztán ez megy szépen... honnan van smooth stone-unk? Mert igen, ez is ez talán az egyik legszebb, vagy ez alapján az egyik legszebb, amit megoldhatunk. Nyert a videóton! Gratulálok nekik! Abszolút! Nem mondanám, hogy... osztatlanul érzem az örömüket, viszont abszolút gratulálok nekik. Viszont abban az esetben, ha a Resto nagymenés ellenére is tetszik, amit láttok, akkor nyomjatok egy lájkot. És ezzel jelezzétek nekem is, hogy... fentről megy lefele. Aha, értem, oké. Ott áll egy creeper a szélén, értitek? Ott.
ott kukucskál, meg ott sétál át a zombi, meg minden ilyesmi. Ezzel egyébként egész sokat bele tudunk pakolni. Most ez a kérdés, hogy ez a gyakorlatban ez többen, mert hogy alapvetően nem feltétlenül. Mert hogy ugye azok el vannak csúsztatva egymáshoz képest. Tehát az a lenti design az... Ah, várjátok. Hí, ez alá lesz megint! Szóval ez a lenti design ez el van csúsztatva igazából egymáshoz képest, de hogy amúgy... Onnantól éri meg jobban, ha már nem csak egy sor van, hanem kettő vagy három. Viszont annak a jelét lehozni elég rossz. Hogy működik ez? Hogy a rákban működik ez a cucc? Ez tök nem úgy működik, ahogy gondoltam, hogy fog. Jelet hosszabbít? A lentinek a jelét hosszabbítja vajon? A... Oké, okay, tehát. Ezek viszik ide. Mikor használtam én ezt, te jó Isten? Hol van ennek az outputja egy? Mindegy. Sajnos nekem sincs elég repeateröm, de megyek szerzek, mert kell, úgyhogy megyek craftolni repeatert. Csinálj kettő hopperes időzítőt, és az egyiket késleltetéssel indítsd, amennyivel kellene, és akkor lesz két jeled, és mindig ugyanakkor ütnek, és kevesebb hely. Nem vagyok benne biztos, hogy hopperes időzítő alatt most mit értünk éppen. Mert abban a verzióban, amit te mondasz, nem vagyok benne biztos, hogy mit jelent. Meg hogyan szeretnéd összekötni. Szóval ez nem az a dolog, amit egy ilyen félváról írt kommenttel így át lehet igazából adni rendesen. Hali, ebből mi lesz? Ebből egy időzítő arra, ami a lehető leg... ami a lehető leg... optimálisabban vezérli... Igen, ez a cél. Az, hogy mi lesz belőle, nem tudom, lehet, hogy fogpiszkáló. De egy olyan vezérlő rendszert szeretnénk jelenleg összehozni, ami a lehető legoptimálisabban vezérli a monster trappünket, ami benn lévő adott mennyiségű helyet a lehető legoptimálisabban használunk ki. Mert egy adott mennyiségű spawn területünk van, és ennek a legoptimálisabb kidolgozása az, hogyha amint elérjük a spawn cap-et, aminél nem spawnol már többször, azonnal lemossuk őket, és pontosan annyi ideig mossuk őket, hogy lemosódjon mind, és ne maradjon fent. Ez ugye az optimális, viszont amint ez megtörténik, azonnal abba hagyjuk. Ez lenne igazából a kőtyúkanyóken. Ez lenne ugye az optimális, ez lenne a célunk. Az, hogy ezt most így el fogjuk-e érni? Valószínűleg nem. Meg fogjuk-e közelíteni? Valószínűleg igen. Jó-e az nekünk? Nem tudom. Kell-e az, hogy ennyi melót fektessünk bele? Szintén nem tudom. Ezek ilyen nemes kérdések, igen, azt kell, hogy mondjam. Nem? Ez csak simán egy szónál működik. Nagyon jó. Akkor igazából nem is kellett ide jönnöm. Ha ezeket a fölösleges ide-oda mászkálásokat kivennénk a játékidőmből, az annyira sokat segítene, hogy mennyit tudjunk megcsinálni. Jól sejtem, hogy ez is értelmetlen? Ez igazából relatív, mert nagyságrendekkel efficientebb lesz, mint a jelenlegi farmunk. Viszont az is tény, hogy a jelenlegi farmunk termelése is meglehetősen elegendő. Hű, itt már elég fura dolgok történnek, de igen, de értem, amin dolgoztok. Valószínűleg közben megcsinálom egyébként fent. Azt tudom, hogy kijavította. Jó, ezt megnézem. Oké, szóval... Ez elindította a jelet, visszafele, azután elindította abba az irányba. Igen, tehát gyakorlatilag oda visszamegy a jel rajta. Ezzel nyerünk valamennyi helyet egyébként, csak közben meg sok mindenben meg nehezítjük az életünket.
Kéne teleport kapu a játékba. Hát nekem biztos. De igazából valószínűleg olyan embereknek, akik tudják, hogy mit csinálnak, meg átgondolják, azoknak nem feltétlenül. A nekem... nekem kéne, nekem kéne. Mióta streamelek? Egy ideje már. Mikor kezdtem? 7-kor? 7 után? 4-8-kor kezdtem. Mennyi az idő? Ó, te jó Isten. Pedig ezt meg kéne csinálni. És az a kérdés, hogy ez a megoldásunk, teszem azt, jó lenne-e? A Istenem, megint valami nagyon csúnya. Vagy nem is az, hogy csúnya, csak inkább azt mondom, hogy nem elegáns. Mert erre biztos, hogy lenne egyébként valami sokkal, de sokkal elegánsabb megoldás. Ez ott nem jó úgy. Ennek így van áthallása? Hogy ez itt innen hiányzik. Ez egy szép kupac repeater. Csinálnak is valamit. Az időzítésük lenne igazából a kérdés. Jó, ezt most ezt az egészet meg kéne lent építeni, hogy teszteljem. Jaj, de miért ide? Akkor miért ide építettem? És miért bontottam le lentről? Hát ezért építettem ide. Igazából itt is lehet tesztelni. Ah, lehet simán itt is tesztelni, csak agyon kell törni mindenhol a falakat, meg ilyenek, de hát... Psz, azt már megtettük párszor. Ennek a mennyiségű repeaternek már elégnek kell lennie. Most az a kérdés, hogy el lehetne ezt a mennyiségű delay-t rendezni jobban? A válasz szerintem az, hogy igen. A következő kérdés az az, hogy megtesszük-e ma. A válasz az, hogy valószínűleg nem. Oké, és akkor itt ezt elhúzzuk idáig. Itt beszökünk erre az emeletre, mert ez az emelet ki van világítva. És ide teszünk egy vödörvizet. És megnézzük, hogy ez most meddig mossa a kis mosnivalóját. Szerintem ez nem rossz. Mert szerintem ez nem rossz. Most az a kérdés, hogy mennyire, ugye ugrálni nagyon nem tudnak, mert ugye nincs belmagasság. Ah, most ezt annyira jó lenne kitesztelni valahogy. Ah, boy. Oh-oh. Mert hogy ez most... Nem, mert te nem küzdesz magad ellen. Te nem... küzdesz ellene. Úgy. Szóval ez már időben lehet elegendő ahhoz, hogy kimossa őket. Most az a kérdés, hogy... hogy megtörténik-e, mert ha most innen leverem a világítást, mire oda egy zombi beszpanol, amit pont lemos. Ez baj. Hú! Dodged. Hú! Ez nem az a, ez nem volt jó. ez nem volt nagyon-nagyon jó. Ó, de jó ég. Oh boy. Jaj, ez nem volt jó. Úristen, de megijedtem. Lehetséges, hogy ki kéne szedni az összes lámpát. Ez sok mindent nem könnyítene meg. De közben sok mindent meg igen. Papam, papam. Papam, papam. Oké, szóval ott tartottunk, egyébként most lehet, hogy nem kéne még egyszer leesnem amúgy, mert annyira még nem vagyok jól. Oké, ezeket itt most leszedtük. Az a kérdés, hogy most ezeket itt fent hogyan tudom úgy leszedni, hogy...
Ne halljak, teszem azt bele. Amúgy ez nekem elég ígéretesnek tűnik időtartamot illetően. Az most egy másik kérdés, hogy... Hogy vajon így az ígéretes azt jelenti, hogy flat elegendő, vagy az ígéretes azt jelenti, hogy ah, még kéne bele mondjuk másfél perc. És aztán nyilvánvalóan utána még be tudjuk majd hangolni azt, hogy konkrétan mennyi az, amíg... mennyi időnként csinálja ezt. Mert most ugye alapvetően valószínűleg túl gyorsan csinálja. Mit tudom, hogy ilyen világos. Nem feltétlenül kéne ennyire világosnak lennie. Vagy ezek a... Ezek lehet, hogy akkor is világítanak, ha kim vannak. Aha, ezek akkor is világítanak. Ez egy nagyszerű hír. Mindegy, percken belül el fog tűnni. Miért nem viszed fel a jelet oda, ahol vannak? Mit jelent egyáltalán ez a mondat? Tehát, hogy milyen jelet, hova, hol vannak. Ja, föntre az emeletre gondolod. Á, értem. Optifine-on kívül amúgy nem világít ez így. Nem, ott sincsenek ám nagyon, tehát hogy mivel itt mászkálok, azért ott se lesznek amúgy. Az a kérdés, hogy ezt most mivel lehetne úgy igazán tesztelni? Válasz az, hogy leginkább semmivel amúgy. Mert hogy nem tudok ott lenni közben. Hogy lehetne ezt így igazából tesztelni? Nem vagyok benne biztos, hogy Mambónak megfelelően ismerem a dizájnját ahhoz, hogy azt mondjam, hogy nem tartok ugyanott, ahol Mambó. Tehát, hogy nem tudom. Most az a kérdés, hogyha azt a dizájnt hozzuk, akkor az a fele időben van víz, a fele időben nincs víz. Ha csak ezt simán behúkoljuk, akkor ez konkrétan azt csinálja, hogy a fele időben van víz, és a fele időben nincs víz. Most itt azt szeretnénk eltolni, hogy ez ne így legyen. Válts játékmódot. No. Ah, de olyan... Kis világos. Nézzük, engem simán lemos egyébként. Nem, még engem sem mos le simán. Tehát mondjuk itt állok. Vagy mondjuk állok itt a forrásban. Engem lemos le simán, úgyhogy nem csinálok semmit. Szed. Nem, ez még engem se sodor le. Sőt, fél útig se sodor el. Hát akkor igazából lehet, egyszerűen nem érdekel a továbbiakban. Mármint, hogy ezt tudom, hogy ez ilyen rossz dolog, de hogy... lehet, hogy akkor egyszerűen csak nem érdekel a továbbiakban, és akkor be van kötve úgy, hogy... hogy fél időben ezt csinálja, fél időben azt csinálja. Meg lehetne egyébként valószínűleg oldani megfelelően, csak az a kérdés, hogy mondjuk jég lenne alattuk, és nem szilárd blokk, akkor valóban viszont így lehet, hogy tényleg egyszerűen annyi idő amúgy, hogy a fele időben így, fele időben úgy, ez nem is rossz megoldás. Mert hogy ez így valószínűleg így, hogy nem jégen vannak, ez így valószínűleg nagyon-nagyon hosszú idő. Tehát, hogy egyszerűen nagyon-nagyon... Ha jégen lennének, akkor begyorsulna az egész, de nekünk ennyi jegünk nincs. Főleg nincs, de van. Valószínűleg úgyis elég effektív lesz, igen. Kicsit megint vérszemet kaptam, de szerintem ezt egyelőre eltemetjük, ezt az egész dolgot, és nem kapunk vérszemet. Sőt, az a helyzet, hogy itt ez, azt hiszem, még ez se kell. De ez kell. Ez logikailag kell. Vagy legalábbis nekem úgy tűnik logikailag, hogy ez kell. Szed. Most ilyenkor mindig egy kicsit szomorú vagyok, amikor a megalomániám nem sikerült megfelelő időn belül.
vagy a megalomániámat nem sikerült megfelelő időn belül kielégíteni. Igen, ez a helyes kifejezés. Mert egyszerűen tényleg lehet, hogy kell annyi ahhoz, hogy lemossa őket. Tehát, hogy ez mennyire durva már ebbe így belegondolni. De simán lehet, hogy tényleg kell annyi. Viktor, cipő! Milyen cipő? Miről beszélsz? Milyen cipőről beszélsz? Ilyenkor a mobok nyomják a space-t. Hát azt nyomhatják. Az én cipőm, várjál, ez segít abban, hogy kevésbé mosson a víz. Igen, az segít abban, hogy kevésbé mosson a víz. Ó, na várjál, hála az égnek, mostanra már szétvertük. Hello baby. Mennyivel vagyok gyorsabb így, és nyomom a space-t? Sokkal gyorsabb, de valószínűleg nem elegendő. Így sem. Jó, ez a cipő ez azért elég sokat befolyásolt. Ez sokkal gyorsabb, de szerintem így sem elegendő. Mindegy, jó lesz így. Jó lesz felefelében is egyébként. Úgy. Tök jó lesz felefelében is. Szépen lejön minden. Valamennyi, valahány százalékot tudnánk rajta gyorsítani. Most ez a kérdés mennyit, nyilvánvalóan. És ráadásul még egy csomó meló van igazából ezen az egész cuccon, mire ez... mire kész lesz. Mert hogy konkrétan egy csomó meló. Jó, ezt nem feltétlenül így gondoltam. Hol van a három a kettő között? Itt van. Na, akkor valahol itt kell majd gyorsítanunk. És az a kérdés, hogy meddig megy el a... Nekem van az a cipőmben egyébként. Van rajta Death Strider ládás, egy nagyon erős Death Strider van rajta. Úgyhogy ez egy teljesen valid meglátás. Hogy amiatt átsodor, de ennek ellenére aggódom, hogy az vajon elég lenne, vagy nem. Ez a Death Strider, nem? Ja, hogy ti nem arról beszéltek, hanem arról, hogy melyik az a másik cucc, ami... Hát főleg így, hogyha ilyen... Itt így jeleket kell hosszabbítgatnunk, meg ilyenek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2... És valószínűleg itt vinném fel a dolgot. Tudunk-e egy kicsit javítani az esztétikánkon, hogyha így ebbe az irányba rendezzük el a dolgokat? Válasz valószínűleg az, hogy nem. De igazából igen. Na hát azért ez így beköthetőbbnek tűnik, mint egy. Csak a következő szintnél fog bezavarni, talán. Mert hogy lenne a következő szint? Mert ez eddig a szintig, ez most tök jó. És elfogytak a szilárd blokkjaim. Ó, de vannak nem szilárd blokkjaim. És akkor ennek az oldalára kéne kerülnie igazából egy fákjának. Teljesen mindegy, hogy most aktíve vagy nem. Mert nekem az se baj, ha egy verzión vagyunk mindig. Uii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 
Ezen gondolkozni fogok még egyébként, lehet, hogy ennek majd még nekiesünk ennek a szón átalakításnak. Hála az égnek magának a izének a beiktatása az nem annyira vészes.
oda egy delaynek a beiktatása, mert ugye be lehet csak egyszerűen pakolgatni. Tehát ugye annyira nem átkozott túl vészes annak a beiktatása, ha úgy döntünk, hogy akarunk használni valamit, valami mást. Tehát, hogy ezen majd még lehet, hogy agyalok egyet, most bekötjük valószínűleg az első rendszert. Aztán megállapítjuk, hogy vajon mi a ráker nem termel semmit. És aztán megpróbálunk besötétíteni még. Ide már nem lehet feljutni sehogy, ugye? Nem, ide már nem. Ja, mert még nem mossa ki őket a víz. Szóval, majd még ezt átgondolom, hogy ide tudunk-e bármi olyan rendszert csinálni, ami tök jó. Megnézem, mennyi pack dice-unk van. Az is egyébként elég sokat segít. Mondta Viktor, majd lerombolta a redstone-t. Hát hogyne, nyilván kell ide most egy másik létra. Oké, és akkor így. Így, és akkor innen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nagyon jó. I guess. Kivétel, ha ez nem a valódi fele volt a dolognak, mert ha ez nem a valódi fele volt, az baj. De szerintem az volt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mindegy, valószínűleg ez ott jó. Fákja. Blokk. Fákja. Blokk. Hát így gyakorlatilag ennyi lesz egyébként. Egy öröm lesz amúgy bent. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy öröm lesz berakni a vizeket. Abszolút, abszolút öröm lesz. Valószínűleg azt csináljuk, hogy ezeket a vasblokkokat kipattintjuk, berakjuk, megcsináljuk. Kéne valami olyan textúra packre kéne váltani, ahol a redstone szebb. Az összes többi lehet ugyanaz, csak a redstone szebb. Én alapvetően nem vagyok ilyen nagy textúra packes, de a redstone kinézete nagyon-nagyon zavar. Nagyon nehéz egyébként, ilyen nagyon nehezen átlátható, ahogy kinéz itt jelenleg. Ez... Azt kell, hogy mondjam, hogy túl jól működik. Ahhoz, hogy ne legyen gyanús, hogy itt valami baj van. Ez már föl sem jött, redes, és mindegyik ugyanabban az állásban van. Az azért baj. Mert akkor nem fele-felében termel, hanem... Vagy termel éppen, vagy hát hogyha a másik oldal éppen termel, amikor ez nem, akkor igazából rendben van, de hogyha... Mert pedig elmentek a másik oldal éppen fordítottan kéne működnie. Mert ugye Mambo úgy csinálja, hogy oldalanként... Igen, ő úgy csinálja, hogy oldalanként is legyen 2-2. Ami egyébként nem butaság, mert lehet, hogy jobban biztosítja a folyamatos termelést. Mert hogy ennek így viszont lesz időszaka, amikor éppen nem termel semmit? Vagy lehet, hogy lesz időszaka, és lesz időszaka, amikor éppen termel? És hogyha ez így néz ki, nem pedig úgy. Akkor ez most itt például már kapásból. Ez most így nem annyira jó. Nem. Hogy nem fog ez összeakadni? Ha mondjuk rakok rá egy repeatert, akkor nem fog összeakadni.
így. Nem, nem így. Most erre ide kerül egy fákja. Mi a rákért más ez tökre? Mi az, ami ennyire más lett? És ide is rakunk emiatt egy fákját. Jó, és akkor most ezen megyünk tovább. De hogy ez technikailag így néz ki. Jól van megoldva ez a redstone most, mert ugye a redstone megoldások okésak. Azon gondolkozom, hogy hogyan kéne azt megcsinálni, hogy hogyan lesz a lehető leghatékonyabb a monster trap. Konkrétan ez jelenleg a kérdéskör. Tehát, hogy konkrétan ez érdekelne, hogy hogyan lesz ténylegesen a leghatékonyabb, hogyan működik pont úgy, ahogy annak működnie kéne. Tehát most jelenleg azt akarjuk elérni, hogy azt hiszem, azt egyetem vagyok benne biztos. Azt hiszem, azt akarjuk elérni, hogy az egyik emelet az mindig jel alatt legyen. Most ez csak azért, mert feltételezem, hogy efficientebb. Az egyáltalán nem vagyok benne annyira biztos, hogy az. Hogy azt tudjam nektek mondani, hogy igen, az egyik oldal adnak mindenféleképpen, mert akkor lesz majd sokkal efficientebb az egész cucc. Tudja a rák, őszintén szólva. De egy logikailag úgy tűnik, hogy nekem, hogyha oldalanként megcsináljuk azt, hogy egy emelet aktív, egy emelet nem aktív, egy emelet aktív, egy emelet nem aktív. Az ott például miért aktív? Az ott aktív. Ez nem aktív. Ez az emelet sem aktív. Oké, ez így jó. És így. Nem, mert ennek meg közben aktívnak kéne lennie, ami azt jelenti, hogy így. Úgy. És akkor most a legalsó nem aktív, a második aktív, a harmadik nem aktív, és a negyedik aktív. És akkor most építek egy létrát. Ha már itt ugráltam, nem tudom mennyit, akkor azt hiszem itt az ideje, hogy ide pattintsunk egy létrát. 1, 2, 3... Az a kérdés, hogy ez hogy került ilyen fentre, az a csalás. Átraktam ilyen fentre, editorral egyébként, mert nem találtam meg az időt arra, hogy átépítsem. Jó, és akkor most ez meg van fordulva. Igen. Hát ez ott, mondjuk az ott úgy éppen nem jó, sehogy sem. Mert onnan mintha hiányozna egy blokk. Ebből hiányzik egy redstone, és ebből is. Aj, ne már! Oké, ez most nem aktív. Ez aktív. És ez is aktív. De mi a rák? Oké, de miért vagy aktív? I have you covered. A föntről lévő redstone miatt. Ezek ilyen messze vannak egymástól? Nem is látom a donationöket, de durva. Szemmének is nagyon szépen köszönöm a donation. Szia Sirius, a héten kaptam meg az első saját fizetésemet, és gondoltam, hogy ezzel ünneplem meg. Amúgy minden streamed és videód nagyon király, csak így tovább. Nagyon szépen köszönöm, nagyon király vagy. Nagyon szépen köszönöm, fentről aktív a jel. Ami azt jelenti, hogy valahogy nem. Valahogy nem így kéne ennek lennie. Oké, szóval erre teszünk egy fákját. Oké. Erre teszünk egy repeatert, mert ez egy nagyon elegáns megoldás. Isten, te vagyunk nem elegáns megoldás. Ez itt fölöttem, ez csak redstone tartalmaz.
Sajnos nem látok rá egyébként eléggé távolról, úgyhogy most valószínűleg az lesz, hogy mindjárt rá próbálok ránézni. Ez most hirtelen mitől kattant? Ja, mert ott van. Oké, ez most aktív. Ez nem aktív. Ez aktív. Ez mitől aktív? Oké, ez attól aktív. Nagyon jó. És ez nem aktív. Oké, menjünk, azt nézzük meg. Ja, várjátok, ez itt tökre nem számít egyébként. Nem, ez itt totál nem számít, hogy ez hogy aktív, hogy nem aktív. Mert mindig rövid pulzáló jelek jönnek, nem pedig folyamatosak. Viszont ha ezt innen kiszedjük. Akkor sem. Viszont ha rakunk bele egy ilyet. Na most már számít. Hát mondjuk ez igazából teljesen mindegy, amúgy. Mert hogy most már folyamatos. A rövid pulzáló jel az egyébként pont ugyanaz, mint a folyamatos. Amiben van egy hiány, csak nem ugyanúgy látja el egyébként a vizet. A morgás alapján egyébként nagyon jól állunk szörnyek tekintetében legalább. Számít ez vajon? Nem számít ez? Hogy lenne ennek a legjobb a redstone rendszere? Egy pillanat, googlizok megint egyet. Hogy ténylegesen mit trükközik ott az oldalán. Meg hogy hogy van maga a redstone bekötve ugye Mambónál. Az ami egy ilyen izgalmas, ő lejjebb hozza, aha, lentről hozza. És úgy kezdi elépíteni. De miért számít vajon? Tehát hogy a középső klokkja hogy van bekötve, az ami izgalmas egyedül egyébként. Nyilván fordítva az egy dolog. Qdennek is nagyon szépen köszönöm a donationt. A kisöcsém kérdezi, hogy mi van, ha ő egy Ender Dragont kér donétért cserébe. Vörös vezér, kacicsal, az nem fog menni sajnos, ne haragudj. Egyszerűen flat beköti őket. Nekem az annyira fura, hogy ez miért jó. És mutatja a belső részműködés közben egyébként? Így akarsz reszont távol csinálni? Ennyi. Ez nem az alapok között van már, hála az égnek. Nem, mert most konkrétan azon gondolkozom, hogy mik azok, amik kellenek nekünk. Tehát igazából itt a feladat meghatározás az, amin gondolkozom. Nem azon, hogy a feladatot hogy oldjuk meg. Most az a kérdés, hogy miért van értelme annak, vagy van-e értelme annak, hogy a két külön... Remek. Hú, ez megint csak elég közel volt. Van-e értelme annak, hogy az emeletek külön jelen legyenek? Nem, oké. Tehát amikor azt mondom, hogy miért jó az úgy, ahogy ő csinálja, az azért van, mert nem értek egyet azzal, hogy jó az, ahogy ő csinálja. Tehát szerintem nem tesz jót feltétlenül a szerkezetnek az, hogy az a redstone úgy van, teszem azt bekötve. Mert hogy mi most így adott, tehát használunk egy adott rendszert. Van itt most egyébként egy csomó különböző ötlet arra, hogy melyik lenne így az igazán jó, melyik nem lenne igazán jó. És most az igazi kérdés, hogy... hogy most ha ezt csak simán flat bekötjük, akkor ugye ez adott időben villan egyet. Akkor ugye kiadja az összes vizet. Akkor viszont ugye az egész felület a következő villanásig az vizes. Tehát hogy ott konkrétan a következő szintig az vizes lesz. Ami azt jelenti, hogy egy csomó időt veszítünk, és én nem vagyok benne biztos, hogy ez kell nekünk. Tehát szerintem ezt lehet jobban optimalizálni. Sokkal.
Azzal egyébként, hogy egyszerűen bezáródik. Oh, hello. Nyilvánvalóan ezt most összekötni, az egy tök jó dolog. Na, ugye ez most egy villanó, tehát hogy ez konkrétan egy rövid jelet ad. Ilyen kinda egy tick kategória. És akkor abból szeretnénk mi azt technikailag kihozni. Nem, én még mindig abban a megoldásban hiszek, amit én vázoltam az elején egyébként. Hogy akkor most egyet mindenhol, és ennyi. Tehát, hogy akkor most egyet mindenhol, és nem szórakozunk vele soha többet. Viszont ugye alapvetően nem igazán számít az, hogy akkor el vannak-e tolva egymástól az emeletek, vagy nem. Mert ugye az emeletek eltolódása az nem a reszón eltolódásából adódik, hanem abban a víz állapotának eltolódásából. Építsen egy ugyanilyen óráját, és ez pont ellenkezően működjön. Na, azt nem fogjuk összehackelni egyébként, de amúgy igen, az is egy megoldás lenne. Ez is ilyen erőbőli megoldás lenne. Most nyilván emiatt a tök jó kis létre, miatt nem is látom át a rendszert rendesen. Hogy most egyenlőre mivel operálunk. Ami a legfontosabb ugye az az, hogy egy szintünk az ugyanolyan jellel működjön igazából. Nem, ez most lehetőleg rondább, meg lehetőleg rosszabb megoldásunk. Én azt a megoldást szeretném egyébként, amit az elején csináltunk, hogy egyszerre kettő jelet ad ki, egymástól eldiléjelve. Tehát az lenne alapvetően szerintem a legjobb, meg az jön neki igazából a legjobban számunkra, vagy hát úgy értem, az lenne a leghasznosabb. És akkor csak közéjük kéne tetemes mennyiségű delayt berakni. Alapvetően felvezetésnek ugye nyilvánvalóan ez a legtisztább, ez most mindegyiket pontosan ugyanolyan jelre húzza. Tehát itt most az a lényeg, hogy mindegyik vagy off, mindegyik vagy on. Ami azt jelenti, hogy ha kapunk egy redstone jelet onnan lentről, akkor ha az végig megy, tehát hogy feltételezzük, hogy átugrik a fáklyákon. Ez a kérdés egyébként, hogy átugrik-e a fáklyákon, mert azokon elhalnak ám a rövid jelek. Ez lehet egy fokkal gyakoribb, azt kell, hogy mondjam. Oké, lejövünk. Építünk egy csodás létrát ide. Mert a csodás létráknál nincsenek jobb dolgok. Oké, és... mondjuk ide épít... egyszerű. És aztán lerövidítjük azt a jelet ott középen. És akkor ez alapján fogunk tovább mozogni. És valószínűleg egyébként úgy lesz megvalósítva a dolog, hogy ketté lesz véve az órajel. Jó, ez a létre, ez ide kellett, hogy tudjunk mozogni. Ezt most lerövidítjük, ezeknek a váltási idejét. Mert most jelenleg mind a két irányba adott időnként egy rövid pulzál, egy rövidet pulzálunk. Ezt köszönöm. És ezt is köszönöm. Ezt mind köszönöm. Oké, és akkor mondjuk 7. A 7 az elég rövid. Ugye gyakorlatilag kétszer heten, jó, tehát ebből meg fogjuk tudni nézni azt, hogy éppen hogy állnak a dolgok. Na látjátok, erre gondolok amúgy. Hogy elhal a rákba egyébként ez a jel a fáklyákon, tehát ez egyszerűen túl rövid hozzá. Aha, ez már többet kattant. Szerintem ez már fölmegy amúgy. Jó, ez felmegy.
mi történik, mi a történés. Így. Viszont ez most nem megy tovább, mert leütöttem róla a fákját. Ah, de már. A fákja, fákja, nincs a kezemben fákja nyilván. Van nálam egyed? Van. Oké, és... Jó, ez most... ez a rendszer, ez most teljesen készen áll arra, hogy két külön jelet fogadjon amúgy. Két külön rövid jelet is akár. Azok egy kicsit hamarabb kapják meg, meg később. Tehát az abból adódóan ott azért lehet egy kis para. Azok között lehet elcsúszás. Ami miatt kialakulhat az, hogy dobálja egymás között. Nyilván Mambo azért hozta lejjebbről az egész redstone-t, hogy ez ne, hogy ilyen ne alakuljon ki, technikailag. Most az a kérdés, hogy ez vajon para-e, vagy nem. Nyilván ez megint ilyen, elég sokat kéne tesztelni ahhoz, hogy ez így most kiderüljön, hogy jó-e nekünk, vagy nem. Szerintem ez így most ennek itt jónak kéne lennie. És valószínűleg ezt az egész delay dolgot meg tudjuk akadályozni azzal, hogyha ide teszünk be egy repeatert. Mondjuk tök mindegy, valamekkora hosszabbítással, és akkor ez viszont biztos, hogy elmegy. Oké, hogy kapja meg az aljának a másik oldala a jelet? Ez egy nagyon jó kérdés. Ezt már viszont nem lőjük végig ugyanazzal a jellel. Úgyhogy ezek között lehet egy rövid eltérésünk. Így. És akkor a két oldal egymáshoz képest egy nagyon-nagyon rövid tiknyivel van eltérve. Ja, ez szerintem ez jó, oké? Okay? Ez most jó arra, amit én szeretnék megvalósítani. Most az a kérdés, hogy arra mi a legjobb megoldás a clockot tekintve. Tehát ugye a clockot tekintve mi a legjobb megoldás erre az egészre, mert... abból ez a halom repeateres delay-elés, ez nem vagyok benne biztos, hogy a legjobb. Nem mondom azt se, hogy nem. Mert sajnos lehet. De ezen lehet, hogy ezen agyalni kéne majd. Még. Most azon gondolkozom, hogy ezt most behúzom, ugyanígy. Ahogy ez most be van húzva. Így. És azt hiszem innen kezdtük a másik oldalon is. És akkor ide teszünk elé egy repeatert. Ez szerintem így ez rendben lesz. Tehát ez körülbelül annyira... Nyilván a teljesen egyenletes vízáramlat az, ami egyedül teljesen 100%-os. Ahhoz az kéne egyébként tény és való, hogy lejjebbről vigyük a redstone jelet, viszont ezen a magasságon kezdtem el építeni a redstone jelet, és bevallom őszintén, nincs kedvem lejjebb vinni. Mert hogy be kéne húzni két redstone sávot, és aztán felvezetni. Bár egyébként nem egy akkora nagy vasszisztasz az se. Nézzük meg, hogy mennyi lenne az az átalakítás. Hogy kiszedjük belőle ezt a pici eltérést is a két oldal közül. Az annyiban lenne más, hogy itt nem ebbe az irányba jövünk a jellel, hanem lefele megyünk. Ami nyilván a világ legrosszabb dolga. Oké, és még egyet lejjebb megyünk. Meddig fog tartani? Nem tudom pontosan egyébként még, hogy őszinte legyek, mert nem tudom igazából, hogy mennyire akarom egyértelműen most megoldani a dolgokat, mennyire nem akarom feltétlenül egyértelműen most megoldani a dolgokat, mennyire fogok ragaszkodni, teszem azt ahhoz, hogy... Jó, ez nyilván volt egy redstone azért. Mennyire fogok ahhoz ragaszkodni, hogy úgy legyen a tájmolása, ahogy én szeretném.
Én mondjuk azért ezt el tudom képzelni, hogy eléggé. Ja, hát hogy őszinte legyek, azt el tudom képzelni, hogy ott eléggé fogok ragaszkodni hozzá. Így, ez most így megy feljól. Igen, ez most így jól felfele megy. És itt pedig ide egy redstone. Így. És akkor most igazából mindegyik jel alatt, most mindegyik jel alatt van. Mennyivel egyszerűbb ilyeneket izében építeni kreatívban? Te jó ég, mennyivel egyszerűbb úgy átlátni, amikor tudsz oda repülni, ahova szeretnél, tudsz olyan nézőpontból nézni, ahonnan szeret, az egyébként nagyon-nagyon sokat számít amúgy. Ha jól emlékszem, akkor ez itt a létránk. És egyetlen nem vagyok. Igen, ez itt a létránk. Nagyon jó. Úristen, az tényleg mennyit számít? Jaj, azok a régi szép idők, amikor kreatívoztunk. Vagy kreatívoztam, mert én kreatív... Igen. És nem kell ilyenektől se félni. Hála az égnek. Wordit-tel feljebb vittem. Jaja, egyszerűen Wordit-tel kijelöltem és feljebb vittem. Mert hát le kellett volna bontani, fel kellett volna építeni. Csináltam már ilyeneket egyébként ennek a projektnek a keretén belül, mert ennek a mapnak a keretén belül, de most egyszerűen nem találtam rá az időt, és az a helyzet, hogy most azt kellett volna mondanom, hogy akkor jó, a mai epizódban nem ezzel foglalkozunk, viszont akkor megint kényszer pályára fut igazából az egész projekt, ami engem nagyon-nagyon idegesít, és próbálom kerülni. Tehát, hogy konkrétan próbálom kerülni azt, hogy kényszer pályára kerüljünk, és ne olyan szerkezetet építsek, amit éppen fontosnak látok, vagy amivel éppen foglalkozni akarok, hanem akkor jó, akkor most csinálok valamit, mondjuk egy epizódon keresztül bányászunk, és akkor az majd jó lesz. Nem szeretnék igazából ilyet csinálni, hanem sokkal inkább az tényleg a cél, hogy... annyira éreztem, hogy... Hanem úgy döntöttem, hogy inkább akkor meggyorsítom egy kicsit ezt a folyamatot, és akkor jó lesz. Így. Oké, és akkor most mindegyik jel alatt van? Mert az nekünk nem lesz nagyon jó, ha mindegyik jel alatt van. Nem, sőt, az igazából kifejezetten nem lesz jó, ha mindegyik jel alatt van. Most azt hiszem mindegyik jel alatt van. Igen, most mindegyik folyamatosan jel alatt van, és akkor pislant egyet, amikor jelt kapnak. Nem, nekünk ennek pont az ellenkezője kell. Ami azt jelenti, hogy... csak egy blokkal kellett volna lejjebb hoznom ezt a resztont, nem kettővel. Hú, de ezt maga lesz a halál nem kreatívban belekötni. Istenem. Ezeket meg kéne építeni előre kreatívban, és aztán ide csak átmásolni. Mert egy nagyon puhány megoldás. Átkozottú puhány megoldás, de nem kreatív. Elképesztő, hogy mennyit nehezít a dolga amúgy. Ezeket innen leütjük. Nagyon sok plusz nyersanyag, nagyon-nagyon sok nyersanyagot elpocsékolok, amiatt, mert nem kreatív. És le kell ütnöm, és útvonalat kell építenem, és le kell ütnöm, és útvonalat kell építenem, és meg kell építenem azt a blokkot, ahonnan meg tudom majd építeni a következő blokkot. Szóval ez ilyen, hú, ez ilyen nagy mókám. Na és akkor most megint az van, hogy... ja, ide be kell sneakelni így az alkatrészeket. Ide nyilvánvalóan ez a legszebb megoldás, és akkor ugye emiatt most megint így ugrálni kell. Úgy. És most elméletileg nincsenek jel alatt, és amikor ez hirtelen jel alatt lesz, akkor hirtelen jel alatt lesznek azok is. Kivétel, hogy nem. Mert ezt be kellett lassítani. Úgyni. Ez az alsó szint. Igen, ez az alsó szint, és valamennyi delay-jel, de végigmegy az összes szinten. Igen, végigmegy ezen. Végigmegy ezen. Jó, összemegy. Végigmegy az összes szinten. Kimegy a teljes két végére. Kimegy. Oké, nagyon sír. Ez egy nagyon-nagyon szép megoldás is végül.
Nem úgy értem, hogy ezek a kiálló kockák itt mindenhol nem nagyon csúnyák, de hogy úgy értem a nagyon szép megoldást, hogy, hogy szépen rendezettem megy fölfele, egyébként jól átlátható lenne. Oké, ezen azt hiszem nem volt fel kell. Jó. Ez a járólap ide egyáltalán nem kell. Csináljunk meg egy oldalt jól. Most veled mi legyen itt? Tehát konkrétan veled mi legyen itt? Van egy ötletem egyébként. Nem, nincs. A, nem, az nem erre ötlet. Nem, az nem erre ötlet. Két jelet kéne kiadnia. Én nem engedem el ezt a két jel dolgot. Két jelet kéne kiadnia. Az lenne a legesleges legjobb, ha két jelet adna ki. Ezeknek pedig határozottan szét kéne húzódniuk delay tekintetében. Hogyan tudnánk a lehető legtöbb delay-t a lehető legkisebb helyre berakni? Valószínűleg úgy, hogyha innen indítanánk a másikat, nem, azt nem lehet megtenni. Viszont azt innen indítanánk a másikat. Nem kell egyébként sokkal több annál, amit használtunk. Tehát, hogy nem kell annál sokkal-sokkal több. Csak valamivel kéne több. Most csak ötletelgetek egyébként, meg most csak ilyen dizájnokat próbálgatok ki. Szép baleset lenne, ha mostantól Sirius Creative-ben nyomulna. Hát az a helyzet, hogy megváltoztatná a sorozatnak a... az életérzését, az egyszer biztos. Oké, itt teszem azt, végigmegyünk. Egészen idáig. Ide teszünk egy fákját. Itt. De ez most meg folyamatosan be van töltve. De ti is belesztek, így. De lesz addig annyi időre tiltva, hogy átmenjen. Át. Ne, nincs több smooth stone-om, de ide nem is mászunk már vissza sehogy. Pedig ez esztétikailag egyébként eléggé rendben lenne. Mármint nem azt mondom, az eléggé rendben lenne alatt, nem azt értem, hogy eléggé rendben... Hát, de azt értem technikailag, csak... Uii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 
Oké, okay. De most az a kérdés, hogy ezzel valóban nyerünk-e helyet egyébként, vagy... Nyerni nyerünk, amúgy. Ide ezt a fákját nem rakhatom. Tehát ezt a fákját, ezt ide Istennek se rakhatom. Pedig mennyire jó lenne már ezt a fákját odarakni? De oda azt a fákját nem rakhatom. Hogyan lehetne megoldani, hogy odarakhassam azt a fákját? Ha ez egész egy sorral elrébb lenne, de hogy akkor meg a restónunk nem lenne jó. Kivétel, hogyha ez az egész ebben a magasságban marad, viszont ez lejjebb megy egy egész blokknyit. Akkor szerintem pont nyerünk úgy helyet, hogy vissza lehessen hozni. Ez megint csak kísérletezés, nyilvánvalóan
Egy csomószor egyébként ezt csinálja az ember kreatívban is, tehát nem azt, hogy leül, aztán azonnal megépít valamit, azt jó van. Hanem gondolkozik azon, hogy így mi hogyan lenne a legjobb. Oké, ami biztos, hogy az ott megkapja a jelet. Az biztos, jó, az addig biztos. Ami nem biztos, az az, hogy nekünk ez bármiben jó lesz. Elvileg, igen. Aj, annyira biztos vagyok benne, hogy van ennél elegánsabb megoldás. El sem tudom nektek mondani, hogy mennyire biztos vagyok benne. Úgyis mondjuk ezt is kihúzzuk ide. Hát, vagy mondjuk ezt már nem. Nem, ezt már nem húzzuk ki. És ide rakunk egy fákját. Ezek most nem hallanak át egymásra. Ez egy alapvetően, ez egy tök jó dolog. Ja, ezek nem hallanak át egymásra. Hát ez nagyon zsír. Jó, ez ide nem is kell. Ezek nagyjából, ezek egyszerre indulnak el. Oké, nyilván ott veszítünk időt, amikor hosszabbítanunk kell a jelet. De ha minden jól megy, akkor itt annyi helyünk lesz, hogy bőven be tudjuk hozni. Sőt, igazából ez a fákja, ez lehet egy blokkal kijebb. Jó, egy blokkal kijebb pont nem lehet, kettővel lehetne. Ah, ne már. Miért csináljuk ezt egymással? Ne csináld ezt! Oké. Csinálunk még egy kört. Jó, ez nagyon jó. Mert ez nem az a fajta nagyon jó, ami valóban nagyon jó, csak úgy érzem, hogy működik az, amit szeretnék, hogy működjön. Oké, fákja. Blokk. Akkor ez itt fákja, igen. Ha tudnám, hogy ott High Repeater volt az, amire azt mondtuk, hogy több kéne, az valószínűleg nagyon-nagyon sokat segítene. De sajnos nem emlékszem rá. Mármint egyáltalán nem. Viszont itt még ezt párszor meghúzhatjuk egyébként, és akkor így előbb vagy utóbb lesz egy egész falunk, ami delay-ekből fog állni. Így. Igen, ez itt már elég tetemes mennyiségű delay amúgy. Sőt, itt igazából csináltunk még egy ilyet. Ide, erre rárakjuk ezt a blokkot. És ezen a blokkon megyünk még csak följebb. És még ez is jó nekünk. Innen már nem nagyon szabad tovább mennünk amúgy. Az, hogy hogy hozom le a jelet, az egy valid kérdés egyébként. De az már egy lényegesen egyszerűbben megoldható redstone dolognak tűnik, mint amilyen ronda az, hogyha ez síkban helyezkedik el. Ez bekötődött valahol clockra? Ez bekötődött valahol clockra. De nem kötődhet be. Jó, azt nyilvánvalóan ezt központilag azt a részt, azt le kell lassítanunk majd. Ne már, most hogy mész fel oda? 13 darab volt. Jó, hánynál darab tartunk most? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jó, ezt most egy picit megállítjuk, köszönöm. Oké, és akkor most megnézzük, hogy ez még mindig csak az előző jeleket húzza-e. Hogy vala, ez a repeater, ez rossz. Te miért vagy rossz? Ez a repeater rossz, itt már sokkal régebb óta rossz valami. Ja nem, nem rossz, nem rossz, nem rossz, csak van amelyik folyamatosan jel alatt van. Jó, oké, ez oké, nem, ez rendben van, ez rendben van.
Isten, most megint utakat építgettünk egyébként magunknak. Igen, csak van amelyik folyamatosan jel alatt van, mert van egy emelet, ami folyamatosan jel alatt van, és aztán van egy, ami meg nincs jel alatt. De hogy ez ettől függetlenül ugyanúgy ellátja a feladatát, ha minden igaz. Oké, és akkor itt kéne most az, hogy innen valahogyan lecsámborogtatjuk azt a jelet, de úgy lehetőleg, hogy közben ne írjuk fölül a semmit. De méghozzá ennek a jelét, méghozzá ebből a magasságból. Ami úgy fog valószínűleg történni, de berakunk még egy izét, repeatert, és ennek kell levinnünk a jelét, annak a repeaternek. Ami most én folyamatosan ad jelet, de az majd megváltozik. Oké, egy, kettő, így. Oké, az ott megkapja. Ha ennek itt ebbe az irányba lehozzuk, az nem zavar be semmit. Nem, nem, az nem zavar be semmit. Hű, ez itt egy elég fura, ez itt egy elég fura rendszer. Oké, és pont jól jönnek ki egyébként a redstone jeleink. Mertek ez egy, kettő... Nem. Ez pont egyel följebb van. Semmi baj. Így. Oké, ha ez elméletileg... Ah, boy. Ezen itt átvágni, ezen itt visszajutni az erejére a különböző utak miatt, amiket építettem. Oké, szóval ez elméletileg ez azt csinálja, hogy, hogy elég nagy delay-t összeszedünk ezen a szakaszon. Ennek itt fákjának kell lennie. Ez most megfordította az egészet legalább? Nem. Nagyon jó. Az fura, de nem. Ezek fákjának kéne lennie? Igen, ennek itt fák... Nem, ennek itt nem kéne fákjának lennie. Jó. Oké, ez itt egy... Van egy rossz hírem, ez nem lesz jó. Miért nem? Most megijesztettél egyébként. Mindjárt megnézzük, lehet, hogy simán nem lesz jó egyébként. Simán. Bálintnak is nagyon szépen köszönöm a donation-t. Várod már a nyárvégi tábort? Én nagyon. Én is várom nyilvánvalóan, mert nagyon várom, hogy találkozzak veletek. De közben félek is a dologtól. Oké, és akkor itt... Ezt most egyenlőre kivesszük. Ide rakunk egy blokkot. Erre... mert nincs itt az eredeti fákja az elején. Istenem, hogy én ennek hogy örülök. Mert ez folyamatos tiltójel alatt van igazából. Oké, tehát ez folyamatos tiltójel alatt van. Ami azt jelenti, hogy szimulálnunk kéne a folyamatos tiltójelét. Ami azt jelenti, hogy kéne egy gomb, ami nyilvánvalóan, mert kéne egy kapcsoló, ami nyilvánvalóan sokkal egyszerűbb lenne, ha lenne egy darab tört kövem. De nincs, úgyhogy csinálunk. Az előtte lévők újra és újra aktiválják. Van valahol egy clock a rendszerben? Szerintem nincs egyébként. De az helyzet is simán benne lehet egy amúgy. De szerintem nincs, mert nincs benne redstone. Csak fákják és repeaterök. És azok nem hatnak úgy át egymásra. Most azért jöttem ki ide, hogy megnézzem. Én még egyelőre bizakodom, de egyáltalán nem zárkózom el attól, hogy nem lesz jó. Mert hogy jó lesz. Nem, hogy nem lesz jó. Igen, attól nem zárkózom el. Igen, tehát bizakodom, de el tudom képzelni azt, hogy nem lesz jó. Ezt akartam mondani, csak nem sikerült. Van egy darab csákányunk. Amelyik nem szirtácsos. Van pedig valahol egy csákányom, amelyik nem szirtácsos. Nagyon jó. Oh, cobblestone, nagyon jó. És ebből már tudunk is csinálni kapcsolót.
Jó, itt az a baj egyébként, hogy ebben simán benne van annyi potenciál arra, hogy rossz legyen, hogy nagyon. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok, nagyon-nagyon nagy potenciál, de mindjárt megpróbáljuk, aztán kiderül. Pedig ez olyan egyszerűnek tűnt. Ez már nem mambó dizájnja egyébként. Tehát, hogy maga a megsemmisítő tér mambó dizájnja, a reston már egyáltalán nem az övé. Tehát már nem azt használom. Azt mondjuk, hogy ez folyamatos jel alatt van. Akkor ennek a kimeretnek is folyamatos jel alatt kell lennie, ugye? Oké, ez a jel is folyamatos izé alatt van, nagyon jó. Fantasztikus, akkor ez most itt. Hello! Bocsánat! Menjél innen, de nagyon hamar! Menjél innen! Ez nagyon magasan vagyunk, hogy most itt ezt elkezdjük játszani. Köszönöm. Oké, és akkor most az lenne... Ez vajon elég hosszú volt-e? Nem, várjunk. Nem. Ez ennek a fix állapota. Oké, és akkor most ezt elindítottam mind a két irányba. Oké, itt valami nem jó. Valamit nem jó? Aj, ez egy kicsit nehéz megmondani, hogy itt valami nem jó, mert hogy... Szerintem... Szerintem jó. Az eleje az biztos, hogy ad jelet. Az elejét biztos, hogy nem érem el. A második jelet... Jó, hát tudjátok mit? Hát... Easy peasy ezt ellenőrizni. Azt teszi, amit tennie kell, szóval ezt technikailag jónak minősítem. Igen. Oké. Az történik, aminek történnie kell. A delay rendszerünk működik. A delay rendszerünk keskeny, de magas. A delay rendszerünket lehet, hogy magasítani kéne. Igen. Jó, oké. Végeredményben az történik, amire szeretném, hogy történjen. Most az a kérdés, amit nem fogok tudni ellenőrizni egyébként, hogyha ide állok cipő nélkül, akkor lesodor-e a víz? Hogyan tudnám ezt ellenőrizni? Oké, viszonylag gyorsan elindul a víz. Utána bezáródik a víz. Oké. Okay. Jó, ez... Oké, okay, ez rendben van. Most az a kérdés, hogy ez egyáltalán jó nekünk. Én szerintem alapvetően... Lehet jó is. Ugye, amit Mambo csinál, annak az a lényeg, hogy mindig csak kettő platform van tele. Oké, okay, alapvetően örülök annak, hogy sikerült megoldani azt, amit meg akartam oldani. Most a következő kérdés, hogy akartam ezt megoldani. Az UV-nek is nagyon-nagyon szépen köszönöm a donation-t. Szia, nemrég csatlakoztam be a streambe, de ha jól látom, akkor azt szeretnéd megoldani, hogy tovább legyen nyitva az egyik szerkezeted, igaz? Ha igen, akkor nem oldanál meg simán az, hogy több itemet raksz a hopperba? Nem. Nem ezt. Azt akarom megoldani, hogy kinyíljon és el is záródjon. Tehát most nézd, kapott egy jelet, és közvetlenül utána ugyanebből a jelből kap még egyet. Ez delay-elem le. Most a kérdés igazából az, hogy ez a működése a megfelelőbb
ahhoz, hogy a lehető legproduktívabb legyen a Monster Trap. Mert ugye most jelenleg az történik, ha egy oldalt nézünk, hogy az egyik oldalon az összes víz kinyílik, aztán az összes vízbe záródik. Aztán megint van egy kis spanoló idő. Aztán az összes víz kinyílik, az összes vízbe záródik. Az a kérdés, hogy amit Mambo használ, hogy két emelet folyamatosan el van árasztva, mondjuk a páratlan emeletek, azok víz alatt vannak, a páros emeletre spanolnak. A páros emeletek utána elárasztódnak, és a páratlan emeletre spanolnak. Az a kérdés, hogy melyik a jobb. Tehát, hogy ténylegesen funkcionalitását illetően, és az a helyzet, hogy erre nem megoldás, nem válasz igazából egyik sem. Abban az esetben egyébként valószínűleg ehhez a dizájnhoz, amit én most építek, ehhez nagyon-nagyon sokat segítene az, ha jeget raknánk alulra. Mert akkor ennyi idő alatt biztos, hogy lemosná, és akkor igazából csak gyorsítani tudnánk, mit tudom én, mondjuk csak fél stackingként kéne. Mert ugye most tényleg azt számolgatjuk igazából, hogy mennyi az az idő, amíg tudnak spawnolni, mennyi idő alatt takarítjuk ki őket, mennyi az... Ugye Mambo dizájnjában az azért... Tehát a Mambo dizájnjának az az előnye, hogy mivel ugyanannyi ideig van nyitva, mint amennyi ideig zárva, ezért tudjuk, hogy nagyon sokáig van nyitva a víz, és tudjuk, hogy úgyis lesz ideje lemosni a szörnyeket. Itt nálam az lehet a probléma, hogyha esetleg nincs ideje lemosni. Viszont az a helyzet, hogy ha már csaltam, nem csalok még egyet. Tehát hogy az lehet a probléma, hogyha teszem azt, nincs ideje, tudok csalni, csak nem így. Nincs ideje lemosni a szörnyet, mert az alapvetően ugye lehet probléma sajnos, hogy... Igen, az ugye lehet probléma, hogyha egyszerűen nincs ideje lemosni, nem mosódik le a szörny. Viszont egyébként nyilvánvalóan az az ideális, ha a spanolási idő több, és a vizes idő a kevesebb. Amikor ténylegesen nem tudnak spanolni a szörnyek. Ennyi igazából, amin gondolkozom. És nyilvánvalóan egyébként ebben benne van az is, hogy ezek most ilyen alapvetően elvi kérdések, és a dolog úgy néznek ki egyébként a legjobban, ha mellé raknánk egy rendszert így, és mellé raknánk egy rendszert úgy. Viszont az a módszer, amit én alkalmazok, azt utána tökéletesíteni kell. Tehát meg kell határozni, hogy mi az ideális, maximális idő, ameddig nincsenek lemosva, utána mennyi idő az, amíg mossák őket, utána mennyi az... értitek? Tehát utána a ciklus jön újra. Míg ugye az, amit Mambo használ, véleményem szerint legalábbis, az egy ilyen megoldás, hogy így lemosódik, és végeredményében így mondhatjuk azt, hogy hát végül is működik, tehát ez azt jelenti, hogy jó. Csak ugye felvetődik a kérdés, hogy vajon lehet-e jobb. Nem tudom, hogy értitek-e egyébként, hogy mire gondolok. Tehát azt nem tudom eldönteni, hogy vajon az a legeffektívebb verzió-e. És akkor nyilvánvalóan, ha már efficiency-t kergetünk folyamatosan, nagyon jó. Hát ennek nagyon örülök. Opszip. Game mode. Most ha esetleg valaki nem értené, hogy mit csinálok, most megpróbálom leszedni magamat úgy, hogy kipróbálhassam nem a szerveren, kreatívban. Ami ugye nem működik, mert nem feltétlenül tudja magát az ember átrakni kreatívból single playerbe, azt lényegesen nehezebb megoldani, mint azt, hogy visszalépek, átrakom magam, kilépek, lementem a mapet, megjegyzi, hogy abban vagyok, és utána pedig... nekiállok újra.
Ha megnyitom LAN-ra, akkor már tudok izét, akkor már tudom használni a kommandokat? Ezt még nem tudtam. Ezt kipróbáljuk, mert ez érdekel. Mert ez már csak ilyen elvi szinten is érdekel, hogy ez így működik-e. A torony 2. Közben egyébként épp megfő a gépem. A, nem sieti el. Most mi történik éppen, srác? Oké, ez nem tett jót. Ez kifejezetten nem tett jót. Ne, ki akarom próbálni! Istenem. Szétfagyott a játék. Na nem mondod! Észrevettem! Hát itt voltam! I have you covered. Az UE-nek ismét nagyon szépen köszönöm. Szerintem nem lehet nagy probléma, mivel elvileg nem töltődik be a spawning. Tehát ebből nem lehet gond, és mivel gyakrabban mosol le, tehát növeled a spawning rate-et szerintem. Mamona lehet olyan gond, hogy megtelítődik. Hát nekem is ez a teóriám. Aztán a Minecraftban a gyakorlat sajnos sokszor nem azt mutatja, amit így szeretnénk. Érzem, hogy be fogod tölteni. Egyszer már került. Nagyon jó. És akkor most... open to LAN. Spectator, kreatív. Start LAN world. Aztán most mi lett a kreatív? Game mode 0. Tehát még csak nem is. De nem tudom használni, srácok. Vagy valamit rosszul openeltem to LAN? Most egyébként egészen mással kísérletezünk. Tehát, hogy most ez a stream, ez gyakorlatilag egy folyamatos kísérletezés. És most megint össze fog omlani. Cseteket engedélyez. Jó, akkor összeomlasztjuk még egyszer a Minecraftot előtte. Szerintem gyorsabb is, hogyha kilépek. Mert ez valószínűleg összeomlott már. Na, mint említettem, nem szeretik a számítógépek különösen a mapemet. Most már hallanátok, milyen hangja van egyébként. Mert ahhoz képest, amilyen hangja volt eddig. Oh boy. Ó, remélem nem teszítem rá a hangot. Oké, okay, és akkor most megint megpróbáljuk. Open to LAN. Cheats off. Aha, értek mindent. Oké. Okay. Nagyon jó. Game mode 0. Helyett game mode 1. Na, ez egy flawless dolog volt. Teszünk mindenhova vizet. Ami szám szerint nem tudom, hogy hány darab cucc, de teszünk mindenhova vizet. És aztán lerakunk egy halom zombit. Egy. Megérettem egy. Ó, ebbe van. Kettő csipkebokor, vesző, három, te vagy az én párom. 4, hová 4, 5, jó, az jó. És akkor zombi, a skeleton, a spider. Ezek azok, amik szerintem esetleg működhetnek máshogy. Oké, és akkor mindegyikből spawnolunk párat. A
Remek? Hát ennek milyen matematikai esélye vannak, azt mondjátok meg nekem. Upszi. Jó lenne, ha nem esnétek le addig! Oké, ide szaladunk gyorsan, és azt mondjuk, hogy... Kliketi-klik. Ez baj. Hú, de nem nagy, király. Jó, értem! Fönnmaradt egy pók! De egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy, teljesen rendben van a dolog. Jó, egy pók. Oké, csináljunk még egy tesztet. Csak agyon verjük ezt a pókot. A... Weaponized verjük agyon ezt a pókot. Jó, a szélén lévők nyilvánvalóan lelöködnek. Az egy dolog, de a bent lévők... Tehát mindig egy pók. Jó, igazából még egy picit rövidebb is lehet szerintem a jel, mert alapvetően szerintem ebből minden... és kikesettem. Mert alapvetően ebből minden... minden két lábon járó dögöt le tudunk mosni. Flat. Tehát kényelmesen le tudjuk mosni őket. Jó, ő most pont eltévedt. Egy icipicit még lehetne is rövidebb egyébként. Egy icipicit lehetne is még rövidebb. Nem, ennyi mob biztos, hogy nem fog... Jó, akkor kevesebb mobot spawnolunk. De hogy az utolsókat kell nézni, nem az elsőket. Tehát, hogy az utolsókat nézzük, akik innen leghátulról indulnak. Nézzétek innen. Csak nem feltétlenül fognak itt áldogálni. Tehát a leghátuljáról indultak, és azokat is kényelmesen lemossa. Jó, az nem annyira kényelmesen. Ja, igen, a pók az bármikor ki fogja tudni. Tehát szerintem a pókokat soha nem fogjuk tudni teljesen kimosni. Ó, a következő izgalmas kérdés egyébként, hogy meghal-e mind? Meg. Nagyon jó. Mert úgy értem, hogy a páncélosok is meghalnak. Jó, ez részemről igazából... ez részemről rendben lévőnek tűnik. Jó, ez részemről rendben lévőnek tűnik. Oké, na, ez részemről rendben lévőnek tűnik. Ami azt jelenti, hogy most szerintem kikresselt megint a Minecraft. Most erre azt kell csak belőni, hogy mennyi idő kell gyakorlatilag... Jó, akkor leállítalak. Azt kell csak belőni, hogy mennyi idő kell ténylegesen ahhoz, hogy... hogy visszaspanoljak. Tehát mennyi időt hagyjunk vajon majd spanolni. De azt majd ki kell kísérletezni, és ez valószínűleg majd később lesz amúgy. Mert szerintem most egyébként ennyi lesz a stream. A másik oldalt azt nem most építjük meg. De remélhetőleg nem is következőre YouTube-on. Mert az azért ez elég szomorú lenne. Viszont ez a rendszer, ez nekem kifejezetten tetszik. Nem tudom előnyösebbe. Nem tudom, hogy előnyösebbe. Azt tudom, hogy... azt tudom, hogy nekem tetszik. Igen, tehát hogy én szerintem ez király. Sikerült, amit akartam.
Van itt egy böszmeragy fal, ami delay, ez biztos, hogy tök jól néz ki távolról, mindjárt ezt megyünk is megnézzük. Vagy hát nem, a tök jót nem úgy értjük. Igazából szerintem ez nem néz ki rosszul. Az izgalmas lesz majd ezt egyébként lemásolni. Igen, szerintem ez jól néz ki. Képzeljétek el, hogy a másik oldalra is lesz, és le lehet szedni ezeket innen, amik nem kellenek. Nyek? Ó, ez nem is volt egy annyira rossz leszállás. Így, és ezeket is le lehet innen majd végigütögetni. Én kifejezetten elégedett vagyok ezzel a végkifejlettel. Ez most lehet, hogy így furán hangzik, de hogy... De kifejezetten elégedett vagyok ezzel a végkifejlettel. Ez most azért történt, mert ja, most éppen nincs bent semmi, ami... Jó, azt a részt azt meg ki kell találni, hogy mennyi idő kell körülbelül hozzá. Valami olyan kéne még egyébként, hogy itt középen legyen egy... Egy rés, amin be tudunk nézni. Hú, az nagyon zsír lenne. Hú, az nagyon zsír lenne. Ó, és valaki megkérdezte, hogy hogy repülök a tűzijátékkal. Jó, van, menjünk még craftolunk tűzijátékot, mert úgyis craftolni kell tűzijátékot. Úgyhogy megmutatom, hogy hogy craftolok tűzijátékot. Egyként meg csak simán a jobb kezedbe veszed, aztán kilövöd, és aztán jóság van. Azt el kell majd még csinálni egyébként az összegyűjtő zónát, nyilvánvalóan. Meg ki kell találni majd, én szerintem lefele fogok építeni egy... Mitől fényes az ott? Lefele szerintem fogok építeni egy csövet, ami... Ami sötétít. Ti az alsó emeletet, egy ilyen mit tudom én, 10 blokknyit körülbelül. Hellosztok. És... Hazajutunk ennyi rakétával? Tételezzük fel, hogy hazajutunk. Oké, okay, akkor ez egy kicsi sréhen fölfele lövünk, közben eszünk és megpróbunk hazajutni. Jó, nem minden, már hazajutunk. Hú, ez ki volt centízve azért. Jó, annyira nem. Oké, okay, annyira nem volt. Nem, annyira nem volt kicentízve. Na és most van hely az inventory-ban, tudok craftolni, blablabla. Bla, bla. Jó, az új profilkép. Nagyon szépen köszönöm. Az egész design frissít veled, szóval nem csak a profilkép igazából. Kell hozzá papír, nyilvánvalóan. Még hozzá 3 stack. Egy stack gunpowderhez. Amihez azért egy kicsit tele van az inventory-m, hogy ezt így most megjátszam. Később fogunk többet craftolni, de ezt most... Helyetek? Nem kellett volna ennyi üzet hozni, mindegy. Lebegő amúgy is világító itemek világítanak, de azok a lebegő blokkok már nincsenek ott amúgy. Azok már diszpónoltak szerintem, vagy ha nem diszpónoltak, felszedtem őket. Oké, okay, szóval először is craftolunk papírt. Sokat. Jó, és utána pedig berakunk egy adag gunpowdert, és berakunk mellé... Nem, dehogyis, úristen, de... Aj, de fáradt vagyok már. Nem, hanem egy adag papírhoz kell 3 adag gunpowder. Ami azt jelenti, hogy innen most viszünk gunpowdert. És... Berakunk egy adag papírt, aztán berakunk 3 adag gunpowdert. És ebből lesz ilyen fly duration 3-as, ilyen elképesztő brutál metal firework rocket, de hogy nem rakunk bele robbanófejet, úgyhogy ezt most csak szépen levesszük ide. És aztán ezt nyilvánvalóan megismételjük megint, mert a sokból soha nem elég. És akkor ebből most van most ugye egy halom rakétánk, és ezek a rakéták teljesen megfelelnek arra, hogy
hogy az ember repüljön velük. Elég sokat egyébként. Tehát, hogy ebből, mint láttátok, háromból átjutok a bázisra. És vissza. És a maradék papírt meg eladjuk. Mert már olyan régen adtunk el papírt, a Verader. Van olyan oldal, ahol meg lehet nézni a crafting recepteket? Hát persze. Hát, be. Oké, akkor azt hiszem nem adjuk el a papírt. Igen, akkor nem adjuk el mégsem. Egyik sem akar most kereskedni, én meg kibagoltatni őket, annyira nem akarom. És inkább csak lerakjuk az inventoriba, ha esetleg majd valaki kereskedni akar. Vagy lerakjuk a ládába. Ide, lerakjuk szépen, ezt jó van. Na, viszont ezzel érkeztünk ennek a streamnek a végéhez, abban az is, hogy tetszett. Nyomjatok egy lájkot, nem tudom, hogy ilyen 1500 környékén vagyunk-e, vagy sem. Ha esetleg igen, ha esetleg nem, akkor is igazából teljesen mindegy. Az, akinek tetszett, az nyomjon egy lájkot. A holnapi nap folyamán nem vagyok benne biztos, hogy lesz a stream. Lehet, hogy lesz, lehet, hogy nem. Ha lesz, akkor valószínűleg így korábban, ilyen teszem azt, ilyen 4-5 magasságában. Amit teszem, azt mondjuk inkább lehet akár 4 magas. Igen, ha lesz stream, akkor az 4 óra magasságában lesz. És valószínűleg valami menedzser játék. Abban van megint több, úgyhogy valószínűleg valami valami menedzser játék lesz, igen. Yep. A hétvége folyamán pedig szombaton nem lesz stream, viszont vasárnap igen. Úgyhogy ezzel érkeztünk ennek az adásnak a végéhez. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki velem tartott. Elég nagy móka volt, és jövő héten kedden jelenleg nem látok semmi okot arra, hogy ne legyen stream. De hogy őszinte legyek, abban sem vagyok 100%-osan biztos, hogy lesz, mert nem. Tehát az augusztus nagyon rossz lesz, az augusztus az ilyen tele van mindennel. Viszont mindenkinek jó éjszakát, és jó pihenést, további kellemes nyarat még az utolsó hónapra.